Na jó, ha minden igaz, vagyok. És remélem, hogy ezúttal el is indul. Stalker ellopta a képet. Hát igen, lol. De ez érdekes, hogy őszinte legyen. Nem tudom, hogy mi a fene baja lehet. És még most már megint nem indul el. Sziasztok! Misó, kösz, hogy hoztasz, de még ne. Először meg kéne azt fejteni, hogy mi az Istenért nem indul el a képi anyag része a dolognak. Ez egy nagyon érdekes dolog. Az előbb, várjatok csak. Lehet, hogy itt lesz a baj. Hát tudom már, bazd meg. Így. That's it. Szevasztok, végre, megcsináltuk. Na, kell egy power core. Igen, lehet ez meg. Na jó van. Akkor, ahogy megígértem, fogunk segíteni a kezdőknek. Aki írta azt, hogy mi az az Orokin dereli kulcs, meg ilyesmik, arról is akkor fogunk beszélni, de jó, jó, hogy mondjátok. De sorrendben megpróbálunk sorrendbe menni, és egy kicsit az elejéről menni. Ki van itt olyan valaki, aki múltkor is itt volt, Kekszember, te itt voltál, Huszár, talán te is, Misó, talán te is. Talán itt volt azok egy csomóan. Nos, ott hagytam abba, ugye, szia Snack, örök visszajöttél. Ott hagytam abba a múltkor, hogy elindultam eszeveszettül egy Orokin reaktor alkatrészekért, de útközben úgy voltam vele, hogy felkészülök nektek itt erre a streamre, úgyhogy megcsináltam a Second Dream nevű questet, vagy bocsánat, Stolen Dreams, Stolen Dreams-et, Stolen Dreams questet megcsináltam, vagy a Once Awake-et, valamelyiket megcsináltam. A lényeg az, hogy útközben, miközben csináltam, kaptam egy Orokin katalisztot. Ezt minden kezdő fog kapni. Vissza-vissza az egész. Köszönöm, Huszár. Szóval, mit akarok mondani? Igen. Megcsináltam a Once Awake-et. Az Once Awake-et elkezded, megcsinálod. Vagy nem? Nem, nem, a Once Awake az a Infested, a Stolen Dreams az, ami nekünk kell. Igen. Szóval a Stolen Dreams, aki elkezdi megcsinálni, az fog kapni egy Orokin katalisztet úton útfélen. A maga a küldetés, egy pár spy mission-on kell végigvenni, kezdőknek megeshető, hogy nehéz lesz, ezért tudom ajánlani szeretettel, van egy videóm, ahol spy mission-öket csinálok végig, lehető legtöbb fajtát, és amit megcsinálok, az benne van abban a videóban is, csak itt a könnyített változata van, de láthatjátok az útvonalakat, mihány merre meddig megyek, érdemes az lecsekkolni azt a videót. Nos, hol jártunk? Most ugye kaptam egy Orokin katalisztot, az Orokin katalizthoz azért még szükségem volt egy-két alkatrészre, és ez lesz az első Orokin katalisztom, ez az Akkonton, ugye, amit bele fogok tenni az első fegyverbe, ami, hogy is mondjam, a jump fegyverem lesz ettől az egésztől. Továbbá a Rhino-ba még nem kerül semmi, de a Rhino lesz a jump karakterem. Nekem legalábbis. Nos, hol tartottam? Igen. Továbbá megcsináltam még a Hall of the Kubro küldetést, tehát ugye az adja a Kubrót, és most innen folytatjuk, és beszélgetünk egy kicsit a Kubrókról. Rendben van így? Szóval megcsináltam a küldetést, van egy Survivor, és azért kaptunk egy úgynevezett Argonscope is már, nem, nem, mert megvannak már a másik akkonton, nem igaz, izgatnak. A Maiming Strike meg főleg nem. Nem farmoltam. Szóval megvan, megcsinálta a küldetés, kapsz egy úgynevezett Inkubátor Power Core szegmest, amihez jössz, és ide
szépen fogod és beinstalálod. Így történik, és megjelenik az első kubrod. Ezután még nem ér véget a történés, mert nincs vége. Szerezned kell egy kubró tojást, amit láthatjátok, nekem már megvan. És nem hiszitek el, hogy milyen makkom volt, baszki. Mondom, srácok, én megcsináltam nektek itt a kubró küldetést, megmutatom, hogy kell beleinstalálni a dolgokat, de hogy szerzek egy kubró tojást, nem tudom. Adok neki egy próbát. Elmegyek a földre, és elsőre kidobott egy kubró tojást. Honnan tudjátok, hogy a földre kell mennetek egy kubró tojásé? Communication, inbox, és megjelenik egy ilyen üzenet, miután megcsináltuk a küldetést, megjelenik egy ilyen üzenet a leveleitek között, és írja, hogy you have had the Orokin incubator segment for months, and still you've produced nothing but genetic reject. You promised me a kubro worthy of Orokin prize, not mishappen ball of the heart. És akkor írja utána, a great expense I've produced another bag of eggs from the forest of earth. És akkor innen rájössz, hogy egy új tojást csináltak a földre. Lemész a földre, és szétütöd a kubró házakat. Érdemes menni, én a földön, hol voltam? E-Prime-on voltam. Egy exterminate mission, végigmész, és van ott egy pár kubróház, megütögeted őket, aztán boldog vagy. Ha szerencséd van, kidobja. Nagyjából egy óra alatt kidobja. Kétszerese Targon. Hát ez szerencséd van, egy kétszerese Targon Scope. Nem egy rossz dolog. De ne, annyira már nem nagyon van szükségem lóvéra sem, meg hát dolgozom, úgyhogy ha most már nagyon kell, már nincs türelmem trader, inkább veszek, kivárok egy 75%-os leértékelést, aztán max megveszem a platot. A következő dolog amúgy, amivel, igen, kikopog Hunman, kikopog. Nidust farmolni? Nope. Nidust? Nope. Na, mit akarok mondani? Hol tartottam? Hunman, az Isten szerelmére. Na, lementem az... Ja igen, olyan szerencsém volt még. Emlékeztek, aki itt volt az előző livestream-en, hogy sikerült szerezni egy Valkyr systemet. Mondom, feljövök, előkészülök erre a live-ra, de azért megpróbálom eladni. Beírom a chatre, VTS Valkyr System. Bam, öcsém, csak hogy ne hazudjak nektek, nézzetek rá a platomra. Az előző platról kevén 15 platé áron felül állítólag sikerült eladnom a Valkyr systemet. Mondom, wish please, meg is van az első fegyverszlot helyem, és szerintem azt, amit meg is fogok venni. Szóval 15-12 plat fegyverszlotra elég, így aztán azt be is váltom egyelőre fegyverszlotra. Empty slot. Még van egy empty slotom, hamistól azt sem tudom, hogy kell venni az új izében fegyverszlotokat, de ja, így ja, hülye vagyok. És akkor veszek fegyver. Fegyverszlotra mindig szükség van, hogy elférjek a drága fegyvereimmel. És ugye azt mondtam, hogy az Orokin reaktort. Úgyhogy Huszár, tényleg szerencsés voltam ebben a körben, de a kezdőknek valami mindig szerencséje van. Már be is van készülve oda valahogy egy forma, hogy majd későbbiekben fel tudjam használni, és Orokin Katalizt, ezt klémelem. Brattont még ki sem húztam, de az első fegyver, amiben egy Orokin katalisztet fogok rakni, az a Boltor lesz, és az első fegyver, amit le is fogok formázni, ez már megfelelően erős játszani. Hát persze, hogy kerül. Szilveszter, nézd a streamet, és meglátod körülbelül. És upgrade, ugye actions, és majd ha belenyomom az Orokin katalisztot, ez lesz az első fegyver, megkockáztatom, ez viszonylag egy oké fegyver, viszonylag egy erős fegyver. Kezdőknek is már kell valamiféle fegyver, ami megdobja egy kicsit az iránymutatást. Persze modok is kellenének, ha nem lennék full kezdő, ugye jelenleg még kb. Semmit nem tudok belerakni, csak ezt. És boldogságban, meg tessék meg ezt. De ha kihúzom, boldogság lesz. És ugye itt lesz már nekem a Rino, persze őt még nem szedtem ki. És Rino, drága, gyere!
Így. És a Rino lesz ugye az a, az az úgynevezett zsám karakter. Gorgon vagy Boltor? Prisma Gorgon, igen. Boltor, igen. Szóval ha arra kerül sor, akkor én előbb Boltort húznám ki, utána a Gorgont, és Gorgont meg is lehet, hogy kitörölném. A Boltort csak addig, amíg egy Boltor Prime vagy egy Talos Boltort meg nem szereznék, azután törölném ki a sima Boltort. Ha megvan a Talos Boltor, akkor a zsír. Ha nincs is meg a Prime, mert a kettő nagyon egyforma statokkal van. De jó, én a Boltort választanám a Gorgon felett, de ha van egy Prisma Gorgonod, akkor az a nyerő. Akkor az a nyerő. Chromatic Blade-et? Miért vennék egy Chromatic Blade-et? Wood? Ja, értem, igen, de nem akarok. Fölösleges, így is erős az Excalibur ult. És akkor itt a Rino, ő lesz a Jump karakter. Őt majd ki kell még húzni, de végül is el is indulhatok vele. És ő bele fog menni először egy Orokin reaktor. Van egy kemény Shield Drift-tól modom, jobb mint a semmi, most egyelőre ez benn lesz. Bele, ha bele tudom rakni a Steel Fiber-nél, akkor már inkább a Vitality-t. Diamond skin, yeah, na menjen az bele, mindegy, szerencsétlen. Hol tartottam? Igen, szóval ezeket a lépéseket megcsináltam az elején. Boldog vagyok elindulásra, csak minden fegyverem XP-ző, szóval valójában XP-z nem kellene. Itt már nekem nagyon nincs mit tenni. A következő dolog, amiről szerettem volna beszélni, az ugye a következő küldetés lenne, és hamarosan fogom valamelyikőtök segítségét kérni, hogyha szeretnétek jönni az Archwing-ra. Szeretném, ha segítenétek, hogy kifarmoljam, hogy egy körben ki legyen farmolva nekem többször százszor mennem, ezért kelleni fog majd egy Frost. Ha, mert valamiért a Discord nem indul el. Nem tudom, nektek elindul-e a Discord, de valamiért nálam a Discord nem indul el, csak tölt, 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 és nem indul el. Nos. Fogunk beszélni Darvóról, de először is, ugye itt van ez a Sias Vigil, fogunk beszélni Cetusról, ami itt van, szóval Cetusra át fogunk menni, az egy viszonylag új dolog, amiben belefutnak a kezdők. Akkor... ja, Darvóról fogunk beszélni, ki ő, mi ő. Egy jövő, oké, Excalibur. Egy valószínűleg Frost fog kelleni, de nem most. Szerintem, vagy most, hogy csináljuk? Cetus. Menjünk le Cetusra. Oké. Szóval itt van itt ez a küldetés, de hát ez a küldetés, ez a Gara Quest, ugye? Van itt valaki régi Warfare mező? Ha jól tudom, ez a Gara Quest. Szóval ez ilyen végül is várhat magára, de attól még a Cetus azt megmutatom szerintem a nagy akkontommal, mert ott több mindent tudok megmutatni, hogy mit csináljanak. Az emberkét. Oké. Ez az. Gunman, hogy érted, hogy ez az? Jump karakter? A jump karakter az azt akarja, hogy valami, ami a nem első karaktered, hanem valami, egy olyan karakter a Warframe-ben, ami meg tudja adni a lendületet egy kicsit gyorsabb fejlődéshez, vagy biztonságosabb fejlődéshez, és ez a Rhino. És azért a Rhino, mivel hogy van neki egy kettes képessége, a végén megkarolja arra, igen. Akkor ez a Gara küldi. Akkor Cetusról beszélünk, de nem a Gara küldi kapcsán. Mert a Gara az ráér. Szóval a Rhino-nak van egy olyan képessége, ami egy armort ad. És hogyha még nincs is benne egy Orokin reaktor nevű cuccom, vagy olyan, mint a Katalizt, amit az előbb itt behelyeztem, a kettes képessége a Rhino-nak azért meg fog tudni védeni. Bizonyos szempontokból az ultia is egy crowd control, és fel lehet használni egy ilyen induló karakternek, hogy megerősödjön az ember. Igen. Köszönöm szépen, Gabrosz. Ja, igen. Hát most, hogy a VR streamert róla, nagyon sokan rám írtak, úgyhogy úgy vagyok vele, hogy kielégítjük a népet, és segítünk az embereknek elindulni. Szindikátusok! Igen, na látod! Még fel is írtam ide magamnak.
Szindikátusokról beszéljünk, mielőtt megcsináljuk az árcsönget, és akkor Excalibur utána gyere. Segíts. Vagy bárki, van egy frosztja. Szóval a szindikátusok úgynevezett leszakadt, hogy is mondjam, ilyen frakciók, Greenéről, a korpuszról, a tenókról. Leszakadt frakciók, akik saját életüket élik, saját céljaik vannak, stb. Itt lehet hozzájuk becsatlakozni. Master Rank 3-on lehet őket elérni. Limbo lett, maradhat. Hát, persze, humon, mi a franc? Ah, humon, neked nem is válaszok semmire. Sziasztok, sziasztok, akik újak. Szóval, szindikátusok valá, itt vannak, Master Rank 3-tól tudjuk őket elérni. Kezdőknek, hogy őszinte legyek, én azt mondanám, hogy a jobboldali 3-ot érdemesebb választani, mint a baloldali 3-at. Ezt azért is mondom, mert ezen a részen jobb fegyverek vannak, illetve nyúlokánál van a legtöbb, legjobb mod. Szóval a nyúlokában lévő modokat még el is tudod adni ilyen 5 és 15 plat között. Egy-kettőt. És a Red Veil Perin Sequence-nél itt van a Sanctity Grish, például a nyúlokánál, szóval, és a háromnál együtt vannak annyira jó modok, hogy jól ki lehet húzni. Félértés ne essék, az összeset lehet húzni egyszerre, tehát ha például beválasztod a Perin Sequence-et, az húzni fogja a nyúlokát, a Red Veil-t, és a Steel Meridiant bónuszba. Szóval ezzel a hárommal beválasztod magad, ez a három fogja húzni ezt, és ezáltal tudod húzni a másik kettőt is. Mert hogy a hat összesen mondhatni, hogy ellenség egymásnak, ők spanok, és ők spanok, hogyha nekik segítesz, ő rájuk veszítesz pontot. Ha nekik segítesz, rajtuk veszítesz pontot. Szóval nagyjából így történik, de ő a hat között, ő a kapcsolat. És hogyha őt húzod, akkor egy kicsit nyersz ezen az oldalon is, és ezen az oldalon is. Steel Meridian nem van, igen. Megmutattam neked, kérlek, a nevedet. Ja, igen, értem. Látod? Galatin, két N-nel a végén. Galatin. Na, Sanctity Grish egy lehelletnyi, de tényleg lehelletnyivel gyengébb. Szóval annyira, hogy a bónusz, a robbanó bónusz, amit a nyúloka ad, az kiegészíti a Prime-ot erőben. Tehát így... Nincsenek tisztában a modok erejével, mit tudnak csinálni a fegyverek. Hát ez jönni fog, Zolika, az idővel a kezdőknek. Szóval mivel én a nagy karakteren, a jobb oldali részem vagyok, mert mindig is lusta voltam húzni a bal oldali részt, ez van, így én most a bal oldali részt fogom választani, és úgy döntök, hogy a Cephalon Sudához jövök be. Szóval ha a bal oldali részt választod valami oknál fogva, én a Cephalon Suda felé irányulnék. Most jött erre a szomával. Hát a szoma alapvetően egy erős fegyver, és ja, hogyha már ott vannak modjaid, akkor az már baráti tud lenni. Szóval ide mész, hogy várjál, hol vagyok? Initiation, remélem, hogy van rá alkatrészem, és amit látjátok, ezt kéri. 500 circuits, 10.000 credit, úgyhogy sacrifice, ez bemész, bam, vagy egy szindikátusban, már nagy a boldogság, continue. Rámész, hogy offerings, és az offerings, látod, itt van ilyen pontszám. Ezekért a pontszámokért cserélve mind ezt kiveheted. Szóval össze kell gyűjteni. Pontosan requires competent 5000-nyi pontot, ha minden igaz, és ő hozzájuk mi kell, ha már itt vagyunk. Nanospora 510.000, belépjünk hozzájuk is, haladjunk gyorsabban című történet. Continue, bam, megvan oldva, ő hozzájuk mi kell. Initiation, 1000 salvage, bim, there you go. Ezt is megcsináltuk, már hozzájuk is beléptünk. Mind a hármat húzzuk egyszerre című történet
Van. Jó. Na most, ha minden igaz, akkor ezeknek a szindikátusoknak jelen pillanatban megszereztük a jeleiket. Nagyszerű. Lotus nem tartozik egyik szindikátushoz sem, mert Ordis valamilyen Cephalon Sudához tartozik. Azért tartozik, Ordis nem tartozik Cephalon Sudához. A Suda az egy ilyen levált szindikátus pontok, igen, szóval bemész az Arzenálba, rámész, hogy Appearance, tudom, hogy most itt valahogy a kamerától nem fogjátok látni az egészet, de bemész az Arzenálba, rámész, hogy Appearance, rámész, hogy Regália, és rámész arra, hogy Front Sigil, ez még pont látszik a kamerától, akkor meg tudom mutatni itt, és itt láthatjátok, hogy itt van a Cephalon Suda Sigil, avagy a Steel Meridian Sigil, bármelyik. Bármelyik, ahova beléptetek, sőt, még itt kell legyen a másik Arbiter of Hexis szigill, látjátok? És ezt fogod és szépen felrakod magadra. A szigillekkel tudsz játszani, ez pont nem látszik a kamerától, de tudod változtatni a színüket, tudod változtatni, hogy mennyire legyenek láthatóak, vagy nem láthatóak. Úgyhogy halálmi, de én most itt vagyok Sudánál, és így fogom tudni összegyűjteni az első 5000 pontomat. És akkor jump a következő szintig, mivel hogyha játszol a játékkal, küldetésekben benne vagy, akkor kapsz cefalon pontokat. Jobb, így állunk. Oké, küldetés, na igen, őket tudnám farmolni, de valahogy nem. IQM, te vagy, te vagy, oké, gondolom, hogy te vagy. Excalibur. Excalibur, te vagy? Te vagy, jó. Accept. Na, jó van, akkor most már lehetünk ott, hogy kérlek segíts nekem, akkor Excalibur-i menjünk az Archwing után. Kell egy Frost, mert hosszú ideigben leszünk. Na, akkor tiszta volt a szindikátusok mindenkinek? Na, oké, de akkor menjünk végig. Egy körben szedjük az egészet, a harness már megvan, úgyhogy annyival már előrébb vagyunk. Na, szindikátus pontok ennyi. A következő azért szeretném megcsinálni a Archwinget, mert hogy kényelmesen nem halljuk, nem baj. hogy kényelmesen, mert azért, mert játékban beszél, de igazából nem tudom, mert, és a játék nagyon le van halkítva nálam, hogy a gyönyörű hangom halljátok. Szóval, hogy egy körben megcsináljuk az Archwinget, ne kelljen tovább kínlódni, és hogy Warframe-en kényelmesen haladjunk, ezért kell az Archwing, továbbá az egyik Junctionhöz is kell két bolygó között, az, hogy meg legyen egy Archwing. Közben itt már húzzuk a rínónkat, húzzuk a fegyvereinket. Tehát most nagyjából mindent gyorsan mutatok meg, mert normál esetben, Frostok érhetnénk egy bubit, normál esetben ez úgy néz neki. Most azért hoztam egy Frostot, hogy rakja le egy bubit. Bubi, bubi, Frost. Testemmel védem. Egy Inaros. Miért egy Inaros? Excalibur, miért egy Inaros? Megsértettem, nincs bubi. Hát nem csodálom, főleg, hogy egy Inaros. A level 12-es enemikre Inaros, kicsit overkill. Így nem fogunk tudni bennmaradni 200-ig sem, mert lelövik ezt a szart. Hogy
Homokbubi nem mehet. Jó, de igen, persze. Oh, Jesus fucker. Homokbubi, teljesen jó lesz. Tűzszín. Meghívnálak, Hunman. A probléma az, hogy gyűlölöm a limbót. Hol lehet jobban farmolni XP-t, credited survival, vagy excavation, vagy defense? Sanctuary Onslaught, kedves Misó. Sanctuary Onslaughton lehet legjobban farmolni XP, de amúgy Sedna Hydron. Sedna Hydron, ott nagyon jól lehet farmolni XP-t, az egy defense mission. Hogyha még egyikhez se jutottál el, én Excavation-t mondanám az egyik legjobb XP farmnak, hogyha ezek a bolygók nem érhetőek el. Igazából sem se lehet a legjobban, ott lehet a legjobban miért a kiárat felé jövök? Ott lehet a legjobban farmolni izét. XP-től sok enemy jön, de nézd meg bazen, kiárat felé megyek, epic fail. Ez most komoly? Ezt jó helyre írtam? Jó helyre. De igen, de kell vagy 6 alkatrész. Érted? Tehát hiába van meg egy. Kell 3 alkatrész, ember. Azért kell egy húzamba meghozni, ráadásul nem figyeltem, hogy melyiket dobtak ide. Tudsz hozni egy frostot? Endót kapni jól azt a arénán lehet, a Sedna bosszán, a bossa előtt egy pár küldetést kell csinálni, és azok lennének azok. Nem egy alkatrész kell, legalább 3 alkatrész, és az is lehet, hogy ugyanaz dobta, csak nem figyeltem, ez igaz. Valaki megmondja, valaki figyelt arra, hogy melyiket dobta a játék? Hogy melyik... Szegény másik srác az itt várni fog keményen. Flow! Ez az! És ez a rendes flow! Woo! Kidobott egy flow-t, na végre, melyik ideje volt, baszki! Istenem. The excavator has run out of power. Find a cell. Hát, srácok, nem vagytok túl segítőkészek. Hogy érted, a modok fejlesztését tolnád? Hát ez kinek mi? Ízlések és pofonok. De a modok fejlesztése az jön idővel, szóval amire abból meg szükség van, az sok endó, úgyhogy megint csak érdemes elmenni akárhová, bárhová, ahol endót tud dobni. Az is az aréna meccseken jól dobja ugye az endót, de minden héten ugye Maru bazárjában lehet egy endó küldetés felvenni, és a szobrokat, az ajtán szobrokat, azok egész jó endót adnak. Amire az ember elkezdi a modokat fejleszteni, az viszonylag hosszú idő. Szia, Dénes! Azért meg kell hagyni, hogy a Braton mellett a Boltor még 2 darab moddal, 2 semmi moddal benne, még így sokkal erősebb. Csak ugye nagyon lassan fogok XP-zni, mert Rhino-t húzom, Boltort húzom, Krakent húzom, Fragort húzom, mindent húzom egyszerre, így aztán az XP lassan jön. Ja, mindig elfelejtem, hogy nincs Denom még. Igen.
Nagyon szívesen, Zsoca. Akkor indulunk a következőre. Hogy legalábbis régen úgy volt, hogy ennyi? Most már ilyen kibejárogatós van? Hogy nem is jelent meg a másik. Mennyit változott már ez is akkor azóta? Akkor ilyen kibejárogatós izé történés van. Mert nem lát... Ti látjátok? Én nem látom a következő izét. Power Court. Na mindegy, akkor menjünk. Kifelé. Ki? Aztán vissza megnézem, hogy mit dobott. És hogy mennyire. Már a Limbo alkatrészek is garantáltak. Ez komoly? Azt a kurva. Hát akkor easy life van, nem úgy, mint régen el kellett menni 1500 cryotikig, hogy kiszedjem azt a kurva izét, Limbót is, meg Archwinget is, hát ez szenvedés volt, bakker, de mondjuk nem is indultunk el, amíg nem lett egy Frost. Ez a Harness, hát ez már megvan, tehát ezzel nem tudok mit csinálni. Hát a Nidus kicsit nehezen farmolható. De nem egy rossz karakter. System, hát ja, tehát mi kell a system. Végre megvan a flow, Istenem. És még mindig nem fér bele. Tessék, itt van a kezdőknek. Az élet visszatöltő mód. Ezt a módot, srácok, ne adjátok el. Ez egy broken equilibrium nevű mód, amit csinálj, ha felveszel életet, energiát ad, ha felveszel energiát, életet ad. Úgyhogy azt a módot ne adjátok el később sem, mert az equilibrium az egy 10-es skálájú mód, amire azt kihúzzátok maximumra, hogy full működjön. De viszont amennyi életet vissza tud adni az energiákból, az nem rossz. Inarosznál elakadni, hát ott szinte nem lehet elakadni. Vikin fel van mindig, hogy melyiket kell öljed. Nem kell kimenni, csak várni kell vele egy kis időt. Ja jó, oké, rendben, mert akkor inkább favorizálom a várást. De milyen különböző pályákra is dob be már? Aztól... Hát ez zsírgizda. Na, kettes képessége a Rhino-nak megvan, az ember már egy kicsit jobban biztonságban érzi magát, főleg ilyen alacsonyabb szinteken. Mondhatni, hogy a Rhino az egész OP-vel ide. Kezdő Excalibur itt nyomatja szegényke. Mondjuk lehet nekem is az kéne, még az ulti nincs meg, Excaliburra legalább meg tudnám védeni azt a izét, ha már itt a másik Excalibur nem volt hajlandó egy Frostot hozni, azt már teljesen össze vagyok keveredve. De kiszíneztem, de ez a Rhino még új, még nem érdemli meg, hogy ki legyen színezve, még meg kell nézzük, hogy jól működik-e, értitek? Anyádat. Ja, ez már full, akkor remélhetőleg ezt is elkezdem tölteni, remélhetőleg azt meg tudják védeni. Nem akarok itt éjszakázni, kell gyorsan az izé. Igen. System! Ez az! Megvan! Mi kell még? Van harness, van system és kész? Ennyi? Figyelj, jól lesz egy bubban is? Hát erre a pályára jó lesz egy bubban is. De hát, hogy elnézem,
Igazából kivettünk, mert azt hiszem, a Harnessy Systemen kell még valaki, valaki nyomja már be. Nézd, nem baj 21-ig tudtál, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Elég sok információ lesz amúgy mindenképpen, mert ha ez meg lesz, akkor utána... Elszívesen. Wings, köszönöm, igen, na látjátok, még azt kell, System megvan, fantasztikus, Wings, igen. És megvan az Arching, ami nagyon jó, nagyon örülünk. Akkor annyit azért nem változott régről, mert... Amúgy a Fragor, mint kalapács, lehet ugyanúgy egy ilyen jump fegyver. Már megfelelően erős, mehet bele egy kataliszt annak, aki szeretné, és amint meg lesznek egy kicsit jobb modok, akkor most egy kicsit várni kell, ugye? Vagy az is lehet, hogy érdemes kimenni és visszajönni, hát hogyha meg lesznek, vagy nem tudom, a játék így jelez, hogy inkább menjél ki és gyere vissza. Ez itt egy jó kérdés, nem tudom, régen bennmaradtál, meg kiszedted, boldog voltál. Isten, de lassú, egyszer őrületgetsz. Hát lehet, hogy célszerűbb kimenni. Úgyhogy 20-as szinten én itt már sokat nem fogok tudni csinálni. Jó, menjünk ki, jöjjünk vissza. Kell még a Wings. És... akkor utána, az mind meg lesz, akkor beszélgettünk szerintem Cetusról. Mit írtam még fel magamnak ide a papírra? Archinget, beszélzi, Spy, War... Jó, Warframe-ek fontossági sorrendje kezdők számára. Arról fogunk még beszélni, mely Warframe-ekkel induljon az ember, de azt hiszem az egyik már egyértelmű. És kettő már egyértelmű, az ember időn az Excaliburral és esetleg a Rhino-t másodiknak. Foundry segment. Még nem szerezted meg a Foundry-t, az vicces, mivel hogy az kéne lenni, az egyik első dolog, amit megszerzel. Elköszönöm a kész Archwing. Azt hiszem, nem tudom, 5 éve volt, amikor utoljára csináltam egy odonát a Archwinget. Szia, Denike! Foundry segment amúgy azt hiszem Merkurnál, Junctionnél tudsz szerezni, de mindjárt ránézünk. Oké. Foundry szegmens. Föld. Venus Junction. Rewards. Azt mondja, hogy van egy Furis. Northwind. Stormbringer. Daxon. Nope, akkor Mars Junctionnél quest, Incubator Power Core, Void Relic Segment, jó, a kettő relic, mindegy, Fragor Blueprint, Codex Scanner, akkor nem, akkor Foundry Segment azt rögtön az elején egy küldetéssel szerintem megcsinálod, igen, a War Prize-al. Igen. Szerintem, ja, mert úgy indul a küldetés, hogy rögtön az elején, amint megszerzed az űrhajódat, nekivágsz ilyen apró küldetéseknek, és összeszeded a kódexet, összeszeded a modokat, és összeszeded a Foundry-t. És ide jössz, és nyomsz egy X-et, és belerakod a Foundry-nál a Foundry-t. És kapsz egy ilyet. Tehát rögtön az első... Egy Archwing Launcher szegmens kell. Ja, oké, értem. Oké. Az Archwing Launcher szegmenst azt itt tudjátok megszerezni a dojo-ban. A következő dolog pedig, egy kicsit mindjárt visszajövök Excaliburból. Szóval itt a dojo.
Arching Lancer szemben, és ide jössz, ha jól emlékszem. Landing Craft Funding szemben lesz az űrhajóthoz kell. Akkor már Arching Launcher szegmens itt van. Innen megszerzitek. És van egy másik, amit érdemes innen kiszedni, és az a kubrókhoz kell, és az pedig az upgrade, egyszer a kavat inkubátor szegment, és a nutrió inkubátor upgrade szegment. Ez a nutrió inkubátor upgrade szegment upgrade-eli a inkubátorodat, a kutya is, a macska is instant felnőnek, továbbá sosem fognak meghalni. Szia, gardrób. Szóval, ja, itt vannak. Továbbá, azoknak, akik egy jó Survivor karaktert akarnak, semmi nem szóltam, beszélünk róla később. Nem, beszéljünk róla most. Vagy nem, Néza itt van, oké. Wukong is itt van a klánban, igen, itt van. Akik egy jó Survivor karaktert akarnak, és nincsenek neki se modjai, se semmi, se anyám kínja, akkor Wukongot kell kivenni a klánokból. OP as fuck. Szinte modok nélkül működik az egész csávó, komolyan mondom. Egy napra csökkent a fejlesztési időd? Lófaszt! Instant fel lehet egy pár kreditén növelni azt a kutyát. Komolyan mondom, nem egy napra, lehet egy napra, ha nem költesz rá pénzt, de mindig kötöttem rá kreditet, aztán instant pif, volt izé, kutya. Nem kell megvárni az egy napot. Na jó, van, Leaf Dojo. Oké, beszéltünk szindikátusokról, kutyákról, Foundryról, Archwingról, és még kell a Wings, ugye. Excalibur. Ha... Ja, a tojásból kiköltés tényleg lecsökkentél, az igaz, abban igazad van, de a felnövést azt instant lehet csinálni, abban igazad, így van, így van. Akkor még kell egy Wings? Igen, Wings. 20k kredit, igen. Igen. Na, de amúgy, ha nem szeded ki ezt a nutriót, akkor nem is, hogy egy nap, hanem majdnem egy hét, amire felnő. A kubró. Launter. De megvan az egész Archwing. Öcsém. Hát. Akkor építsük meg. Not enough components, kell egy neuróz. Faszom játék. Na jó, most, hogy akkor bocsánat, szóval lehet, hogy most, hogy ezen túl vagyunk, akkor beszélgessünk Cetusról. Szerintem érdemes az elején beszélni Cetusról, hogy az emberek nagyjából értsék, hogy mi a szitu ott és itt, de viszont ehhez szerintem Nem. Nata Questről kéne beszélnünk, de ahhoz el kéne jutni egészen Your Anusig, és senkinek sincs kedve most elmenni a Your Anusig. Száz is lehet, már nem is tudom. A stázis az 10k plat. Nem, hogyha ki kell a kutyát, és még kölyök, akkor valahány 1000 kreditér instant fel tudod növeszteni. Az biztos, mert ezt már jó percet csináltam. Ki a credit farm? Igen. Kreditet farmolni nagyjából mindenhol lehet, ha van egy nekroszod, vagy egy kromád, de annak, aki killódna mindezzel, akkor Pluton van?
Az index. Ha jól tudom. Valaki mondja meg, hol van a Plutó, mert sose járok oda igazából. Endofarm az Sednán van, a Marid vagy Naki valamelyiken, a kettő között valamelyik, Arena Fighton. Neptun, olyan gyakran járok oda, hogy... Ja, igen, itt van. Szóval kreditet itt lehet farmolni. Nagyon jól lehet itt farmolni krediten. Annak, aki kell. Köszi, Shadow. Szóval, ja. Csak olyan rég voltam kredit farmon, hogy... Mire bejött az index, már nagyon nem volt nekem szükségem kreditre. Szóval, ja, ezt kell feloldani. De kezdő szinten, mire ide az ember körbe megy, hogy eljusson oda, még nem kell öntörődni kredittel. Inkább azzal kell törődni, hogy fejlődjön az ember. Gyűjtögess, gyűjtögess, gyűjtögess. Szerintem így van kitalálva a hijack, hogy így legyen. Igen, három Necros, egy Nidus arénára, vagy egy Hydroid plusz egy Necros Nidus ivara. Hát három Necros úgy gondolom, hogy fölösleges. Egy Necros elég, és még egy Nidus is elég, de kettő Nidus a tuti, talán. Én azt mondanám, hogy egy Necros, egy Nidus, és két Rhino. Ha szólóban vagy, akkor egy Tank Necros. Ha szólóban mész, akkor egy tankrekrosszal, azért még így is úgy is el fog esni. Még az a tanknekrossz is. De a Nidus jól helytáll, és tudnak összedolgozni a nekrosszal, és akkor egész jó, nem is egész jó, jó endó mennyiség fog jönni. Már késő, Tomika. Ja. Na most, azt hiszem, hogy itt már nagyjából minden megvan. Ja igen, és akkor meg tudom mutatni, ugye látjátok, itt a Suda pontszámok nőnek. És amint meglépjük a Next Title-t, amint ezt meglépjük, akkor itt már meg fognak jelenni a szindikátus küldetések, és az további boostot tud adni a pontjaitoknak. Nyx-et hol lehet farmolni? Nyx, hölgyeim és uraim, látjátok itt ezt? És pont van, meg is tudom mutatni. Egye fene, meg is tudom mutatni. A Nyx-et Forid-nál lehet farmolni, hölgyeim és uraim, Fossan. Hossza vagy Afrodité, szerintem egyiket se értem el. Vénusz, várjál, Fossa. Vénuszon van Fossa, nem? Nem, Merkúron. Merkur. Merkur, hol van Fossa? Azt ki elfelejtette. Vénuszon van. Igen, de nem látom, mert vak vagyok. Hogy el, az van. Vénusz hosszán. Ti látjátok? Én nem látom. Bazd meg, de ki a Istenem. És akkor ja, Infested Outbreak-re rámész, és Support Assassination, és akkor ezt megcsinálod háromszor. Borra nagyira, igen, kicsit vak vagyok, nem probléma. Azért kilátszik, hogy mikor jártam utoljára a Vénuszon, igaz? Kb. Akkor jártam utoljára a Vénuszon, amikor még a régi térképrendszer volt. Akkor így benne volt a kezemben már reflexben, hogy mire kell kattintani. De... És azóta én Vénuszt nem láttam, hogy őszinte legyek. Kb. Mikor jön a Railjack? Hát valószínűleg 2019 és 2050 között valahol. This
De idő sokba kerül. Nem. Időbe kerül. És még azt mondják, hogy a Rino... Ó, egy lassú karakter, ha? Na, itt is vagyunk. Ő a Nyxnek a bossza. És elárulom nektek a titkot, számomra Nyx az első Warframe. És ajánlom azért, hogyha gyorsan akarsz... Opa. Ha gyorsan akarsz végezni a küldetéssel, akkor egy jó erős fegyvert hozol. A másik meg, ha ez kb. Egy-kettőt rácsap, és itt vége lesz a partinak, hogy őszinte legyek. De vannak OP spanjaink, figyeld, hopp, megvan. Energy Channel, mert aztán az kurva jó. Forit szigél, boldogság, és már is mehetünk ki. Ilyen, amikor OP haverokkal jössz. Mondjuk ezt el lehet konkrétan intézni egy lövésből, de mindegy. Jaj, bassza meg! És ezt fogod és eljátszod. Annyiszor, amennyiszer szükséges, hogy megszerezhessd a Nyxet. Legalább meg lesz Isidor, hát igen. Szóval így. Pont meg lehet szerezni. Please Necro Oberon. Erős fegyver és erős Oberon. Igen, Oberon. Szerezzétek meg, gyártsátok le, ha van helyetek, rakjátok be, mert Oberon lesz a boss ölő. A boss ölő. Az egy olyan karakter, ami bossokat képes ölni, és helyből az egyes képességével. Yep, ez is megvolt. Szóval így lehet Nyxet szerezni, hölgyeim és uraim. Várjatok, ha elindítja megint a küldetést, akkor hülyét fogok kapni. A Glass Gambit az... hát igen. Szereztünk valamit? Látjátok, megvan a system, boldogság van. A Nyx amúgy hihetetlenül jó crowd control, tehát a hármas képessége egyszerűen... oda basz mindenki. Szóval a kezdőként megvan a Nyxed, nagyon-nagyon fogsz örülni neki. Az biztos. A dojóban még Zolika nem kell egyelőre semmit se fejleszteni, de hamarosan... hamarosan fog kelleni, mert rá fogok nézni. A Sancti Tigris egy A Sancti Tigris egy robbanásnyival jobb. Annyival jobb, hogy a Sancti Tigris berobban időről időre, ugye a nyúlok a bónuszának köszönhetően. És egy kicsit több a damage-e is. Talán a státusza is. Egy picivel jobb, de nem esel hasra. De hogyha már arról van szó, akkor egyértelmű, hogy a... izét választanám. A Sancti Tigrist vagy a Prime-ot, hogyha úgy adódik. Egyrészt XP mindenképp, szóval úgyis megtartod az OP bat utána. Vigyetek Lance-t. Na igen. Van egy haverom, ő is kezdő. Most Warframe-ben nagyon beleszerelmesedett a játékba. És... nagyon... Lezmániás lett, azt meg akarja szerezni. Eddig úgy volt vele, hogy hozzá se nyúlfegyverekhez, vagy csak kardok, mert neki vagy csak kardok. Azt meglátta a Lenzt, aztán azóta már csak másra nem beszél, csak Lenzről, vázd meg. Csak hát szerencsétlennek nem lesz ennyire OP. Anyádat! Nincsen itt egy OP gyerek? Hát valaki lője már le.
Ne kelljen oda menjek. Én is kardos voltam az elején, de most már... Killing Blow, öcsém. Na, messze neked forint. Szóval azért a forintot is érdemes farmolni, hogy haszna vehetetlen modokat szerezzél. Viszont lehet, hogy mégse lesznek annyira haszna vehetetlenek a jövőben, hogyha megváltozik a melee, és megváltozik a channeling, megesett, hogy egy ilyen Killing Blow még az egyik legjobb modként fog kijönni a történésből. Meg hát így is úgy is rámentek a Nyx-re, megszerzitek. Fölmentek Wikire, megnézitek, hogy mit dob a forid, milyen modokat dob a forid, és szépen kifarmoljátok. Az Infested Cubro jobb-e, mint a Sunika? Azt mondom, hogy nem, mert nem tud energiát előásni. A Sunika meg tud. Tessék. Viszont erősebbet tud támogatni. Ezt tudom elmondani róla. De jobban néz ki az infestett kutya, úgyhogy én azt választom. Lektát, a Sekura változatát szoktam a Lektának használni. A Sekura változata a Lektának pénzt, kreditet farmol, sajnos már nem annyit, mint régen, nem olyan sokat, de némi extra kreditet tud farmolni, úgyhogy mondhatni, hogy az is egy alap fegyver. Boltor. Hol van a Sekura Lekta? Valahol, yeah, itt van. Szóval 5. 5 használom. Hogyha. Hogyha nagyon szükségem van kreditre. Oké, további kérdések. És főleg nem használom. Hol lehet Nyx-et farmolni? Na jó, van, oké. ez completed, completed, Archwing az completed lesz hamarosan, amint szerzek egy izét, de azt jövő hétre. Akkor beszélgessünk Cetusra, jó? De viszont ahhoz fogom és átmegyek a másik karakterhez, mert sokkal többet tudok úgymúgy megmutatni, és ott fogunk beszélni a Warframe-ek fontossági sorrendjéről is. Pa-pa-pa-pa-pa. A Imre Hun azért öltek meg, mert a kettes nem teljes és örök életű védelem. Szóval a kettes első elkapcsolásnál, tehát bekapcsolod a kettest, és hogyha először meghalsz, visszatölti 90%-át az életednek, ha másodjára 75%-át az életednek, 50%-át, 25%-t és majd semmit. Ezért. Szia, Mapko! Ezért van az, hogy meghaltál, kedves Imre. Logout. Na nézzünk rá akkor a másik. Húszadik run és semmi, azt a mindenit, az meg. Maiming Strike-ot. Igazából ne akadj guardrobe, mert az semmi más, csak egy push to win. Semmi más. Oké. Cetus, hölgyeim és uraim. Kezdőknek, alapszinten. Cetus földön található. A... Warframe első ilyen open world pályája, egy külön ekoszisztéma konkrétan a játékban van, konkrétan ha nagyon akarsz, rá specializálódhatsz Cetusra és az itt lévő mindenre, hogy őszinte legyek, és itt található Warframe-nek a jelenlegi endgame-je is, és
A jelenlegi endgame alatt úgy értem, hogy egy kezdő és közép kategóriás master rankkal rendelkező játékosnak minden bizonnyal endgame lesz, és nem egy egyszerű endgame, hogy őszinte legyek, de annak, aki kicsit már fejlettebb, mondjuk ilyen master rank 20 fölött, annak már ez már nem endgame. 50 és 1 maiming, azt a kurva. Endgame-nek mi számít jó fegyvernek? Mit érdemes használni? Hát, függ, hogy melyik endgame-re mész. Mert itt található az egyik, ami az Eidolonok. És hát nerfölni nerföltek egy-két dolgot, attól függ, hogy mikor volt az a rég. Hol a pentakill? Na szóval, amint bejössz Cetusra, kedves kezdő, az első dolgod az lesz, hogy eljössz ehhez a csávóhoz. Igen, egy nagyon jó képű csávó, odamész, nyomsz egy X-et. Itt van, hogy Ostron Standing, valószínűleg itt is itt lesz, hogy Offerings. És akkor szépen fogod magad, és bejelentkezel nála konkrétan, követed az utasításokat. Ezek a bounty-k, amit látjátok 40-60-as szinttől, egészen 5-től 15-ig. Ezek a bounty-k rewardokat fognak nektek adni. Lehet, nem egy essel kéne mennem, mindegy. Szia, Axam! Optikor. Miben vagyok? Invite only-ba? Nem, nem. Wukong Rip, Banshee nerfelve. Wukong Rip, dehogy Rip a Wukong, Isten ments, dehogy. Ja, hát a Nuke Wukong igen, de hogy őszinte lelk, amíg nem jött be a Sanctuary, addig senki sem használta a Nuke Wukongot. Szóval nem Rip a Wukong, csak kiigazították, mondjuk így. Banshee nincs nerfelve, hogy őszinte lelk, változtattak rajta, de nem nerfeltek. Link Trinity Rip, sajnos, igen, az tényleg Rip. Ember nerfelve, nem nerfelve, de változtatva rajta, erre azt tudnám mondani. Nerf a please. Változtattak dolgokon, nem mindent fognék fel úgy, hogy Rip. Például az embernek változtattak az energia éhségén, viszont meg a területén az ultiján, viszont erősebbé tették az ulti cserébe, és fent lehet tartani folyamatos energiát, attól függetlenül, hogy az energiaészsége nagyobb. Szóval, itt vagyunk Cetuson, megcsináljuk az első bountyt, de igazából nem is tudom, hogy miért csinálom az első bountyt. Mert igaz, nem is erről kéne beszéljek, úgyhogy... Megcsináltatok az ezt az első bountyt, tegyük fel, oké? És van egy ilyen fast travel utazás is. És akkor ennél az Ostrong Standingnél növekedni fog a pontotok. Ezekkel a pontokkal, amit látjátok, én is nagyon izgalmasan farmolom őket. Ezekkel a pontokkal különböző helyeken beválthatjátok különböző bónuszokra. Link Treaty-n azt nerfelték, hogy most már nem sebezheted magad, illetve sebezheted magad, de nem fogja megölni az enemiket. De Zenistar Discrange nem volt nerfelve. Szóval például, ha rámegyünk Hawk-ra, akkor láthatjátok, hogy itt nála zavokat lehet csinálni, továbbá megvenni. Minden ebbe az Ostron Standing pontba került, kb. Úgy, mint a szindikátusokba. Itt láthatjátok, nekem van kemény 3000, és ezek például ilyen kard alkatrészek, mindegyik, ezek árkén alkatrészek, hamarosan rátérünk az árkénekre is. Ezeket is ki lehet váltani, akkor van itt még ilyen díszelemek is, lehet venni maszkokat a kis csávótól, meg néha van egy event, akkor is hozzá kell jönni, mikor bejön az az event, csak miért laggolsz. Oké, akkor van a...
Lehet bányászni cetuson. Bányászni úgy lehet, hogy látjátok ezt, ez a Nozam Cutter és az Advanced Nozam Cutter. Ezek kibányásznak, ki tudsz velük bányászni a kövekből kint cetuson ilyen kis ásványi anyagokat, hogy későbbiekben fel tudsz használni az alkatrészek legyártásához. Hát abból a szempontból igen, de én nem nősnek látom, hogy őszinteljek, már így is OP volt. Én például nem igazán használtam úgy a belsit, ahogy te használtad a Skyfire. A Csizma trófea, igen, horgászni is lehet. Horgászni pedig... Őnála lehet. De ahhoz ki kell vegyétek a horgász botokat, mert mindegyik horgász bot másfajta halra jó, de ha viszel magaddal egy voltot, akkor bim. Megvan oldva. És ja, trófeákat válthatok ki, halcsalikat válthatok ki, azok mind kelleni fognak, és a halak is, a halaknak az alkatrészei, itt fel tudjátok váltani, Fishing Services, Select Fish, kiválasztod a halat, ha egyáltalán van, vagy van halam, kiválasztod a halat például, vagy Select All, Selected, és, ó, már hülye vagyok. Select All, oké, Cut Bait, rámentek ide, Cut Bait, és felvágjátok a halat, ad halolajat, ad valamiféle különleges, egzotikusabb halalkatrészt is, amit fel lehet használni a zavok legyártásához például. Nos, ival a kötele igen jó horgászásra, hogyha... ja, várjál, nem. De, nem emlékszem. Ki lehet próbálni. Kipróbáljuk, ha kimegyünk, de én már nem emlékszem, hogy jó lenne rá, de voltot tudok ajánlani. Igen, szerintem is volt az egyik legjobb. Na most, így bemutattam nagyjából, zavokat tudtok szerezni, új fegyvereket. Továbbá, azon kívül a kristályokat és a halakat be tudjátok váltani ilyen pontokért, ilyen ostromszending pontoké, szindikátus pontoké, amit láthatjátok, tehát így fogjátok, hozzáadtok pontokat, egész jó pontokat adnak, hogy őszinte legyek, a halak és a ásványi anyagok is, és akkor így be tudjátok váltani, és kaptuk még extra pontokat. Így is lehet. Tehát, ha sokat farmoltok, és nem akartok bantikat csinálni, így is tudjátok csinálni. A következő dolog, ami fontos itt az Eidolon történésben, az az Eidolon vadászat és az árkének megszerzése. Na most a kezdők számára ez az, ami az endgame-et jelképezi a Warframe-ben. Jelen pillanat az egyik endgame-et, vagy ilyen óriási Survivor-re mész, akkor az más természetesen, de az egyik endgame-et. Na most az Eidolonok, azok szentientek valójában, amelyik keresik a régi testrészeiket a régi háborúból, és őket kell levadászni, hatalmas lények, az is lehet, hogy meg tudom mutatni, hogyha éjszaka lesz, akkor el tudok menni, meg tudom mutatni, kedves kezdők, de az Eidolonok Sentient kórokat fognak dobni, továbbá Radiant Brilliant Eidolon sárdokat fognak dobni, és ha figyeltétek, ahova jövök, ezeket mind itt lehet beváltani. Ennél a fickónál, tényleg még beszéltünk a fókusziskolákról is utána. Ennél a fókusz... Ennél a csávónál, csak közben olvasom, hogy Skyfire ír,
És köszi szépen, hogy írod. Tudjátok beváltani azokat, amiket az Eidolonok dobnak. Mégpedig úgy csináljátok, hogy amit dob az Eidolon, egy Eidolon vadászatról idejöttök, és odajöttök, hogy Trade Sentient Course for Quill Standing, és amint láthatjátok, ezeket mind be tudjátok váltani. Ennyi. Kb. És így beváltjátok, és kaptok nála is pontokat. Na most nála úgynevezett ampokat tudtok kiszedni, avagy is tenó fegyvereket. Kicsit úgy működik, mint Cetuson a történés. Rámentek Quill Standing, rámentek, hogy Offerings, és ki tudjátok váltani a tenó fegyver alkatrészeket. Na most mindegyik alkatrész azért belekerül némi alkatrészbe, amit ki kell farmolni, nem kevés. És ezért mondom, hogy itt rá lehet specializálódni Cetusra, mert ha egyszer az ember ide beszabadul, és úgy gondolja, hogy van ideje, akár egy hónapot is eltölthetsz, és viszonylag rövid időnek számít, egy hónapot is eltölthetsz azzal, hogy itt csak semmi más nem csinálsz, csak farmolsz és megerősödsz, és beszerzel olyan fegyvereket, olyan riveneket, amelyek jók Eidolon vadászatra, és lehetsz akár Master Rank 4 is, ha már van egy Trinity-d, akkor beférsz egy Eidolon vadászos csapatba. És a Trinity-vel, hát jó, viszonylag könnyű dolgod van, de volt, amit egy klánból kivehetsz, egy voltot, ami egy alapkarakter Eidolon vadászatnál problém lett tudva. Más nem kell csinálni, hogy shieldeket lerakosgatni konkrétan. T3, T2, T3 a bűvös szám, igen. De oda majd eljutnak, próbálgassák, csinálják, szóval ilyen részletekkel még nem fogunk beszélni. És íme itt vannak az árkének, ezek az árkének a tenóba lehet belerakni őket, mindjárt kilemelek az űrhajóba és megmutatom őket. Közben valaki elmondja, meddig van éjszaka, vagy mikor lesz éjszaka, azt nagyon megköszönöm. Jobb, mint egy LOL meccs. Hát attól függ, hogy milyen szinten mész, de igazad van ebben a szempontból. Jobb, mint egy LOL meccs, csak attól függ, milyen szinten mész. Szóval ezek az árkének. Az árkének is bele fognak kerülni alkatrészekbe, de nagyon hasznosak, mert egy boostot adnak a karakterednek, a tenódnak és a warframe-ednek is. Na most az Eidolonokból három fajta van jelenleg, kicsitől nagyig, és ők is dobnak árkéneket. Két perc múlva este. Fantasztikus, fantasztikus. Akkor meg tudom mutatni az Eidolon vadászaton. És az árkéneket itt találod meg, Foundry Arcanes felirat alatt, és amint láthatjátok, ki lehet őket maxolni, minden árkénnek három szintje van, és Arcane Awakening, rámentek itt, hogy Next Rank, és akkor felupgrade-eli. Egészen 10 árkénre van szükségetek egy full sethez, és ilyen bónuszokat adnak, mint a Guardian extra armort ad, akkor a Strike extra sebességet ad a kardjaidra, Nullifier megvéd a radiation, vagy magnetic damage-től, és a többi, és a többi. Behelyezni őket pedig, ha voltam mész egy dolonra, ha voltam mész, akkor az a legfontosabb, hogy rakosgass le a shieldeket. Ennyi a dolgod, ha voltál mész Eidolonra. Rakd a shieldet úgy, mint Lúd, igen. Szevasz, Hunter! Arcaneket behelyezni, elmentek Arzenál, Upgrade, voilà, Sefini, rákattintasz és behelyezed egy olyan Arcane-t, amit akarsz. Tenóba Arcane-t behelyezni, következő kép lehet, rámész Tenóra, rámész equipment, rámész, látja, a eleve a, az abbomba, vagyis a tenó fegyverbe is van kettő darab árkén, akkor magába a tenóba is valahol, de már hülye vagyok amúgy, mert ez a tenó árkének,
Igen, szóval ezek a tenoárkének itt tudod beletenni, és a amba itt tudod beletenni az árkéneken. Voilà, c'est fini. És le van tudva a történet. És ezeket érdemes szerezni, gyűjtögetni, ezekért platot tudsz szerezni, és akár ha kezdőként is rá specializálódsz, miután feloldottad az összes bolygót, van már egy-két Warframe-ed, rá specializálódsz a cetusra, kezdőként is elmehetsz vadászni. Egy dologra tudsz. Szerintem elmegy szólóba, csak megmutatom, nem fogok ott konkrétan időt tölteni. Egydalon vadászos karakterek, Chroma, Volt, Hero, Trinity egyelőre. És van ilyen jelen pillanatban, ez egy ilyen alapmodolás, remélhetőleg Hunter Approved alapmodolás is, Chromára, legalábbis nálam, Hunter-ére, egydalon vadászatra, és jelenleg egy menő fegyver van, illetve pár menő fegyver van, de a Lanka az egyik menő fegyver egydalon vadászatra, a Vectis Prime a másik, és azon felül is többé valószínű szükséged lesz egy Riven-re, hogy egy kicsit megboostold a Lankát, hogy nagyobb sebzést tudják kiosztani. Ennyi. Történés. Az egydalon harc valószínűleg nem egy könnyű eset kezdőbb szinten. Kétféle módon mehetsz el egydalon harcolni, vagy egyenesen bemész Cetusra. Szóval úgy egyenesen magára Plains of Eldalonra konkrét egyenesen bemész, de van egy másik módszer is. Oda mész Konzuhoz, rámész, hogy Bounties, és ki tud választani, hogy Hunt Terralist, vagy Hunt Terralist, Gauntlist, Hydralist. Na most... Ó, jó van, Hunter, bocsika, cica, nincs benne rage, jó van. Hát nekem van, mert lusta vagyok tölteni az energiát, és kezdek kifogyni a izé polimerből. Bitch, please. Igen, amúgy az ombramodokra gondoltam én is, de én már nem akarom formázni, te Hunter. Én már meguntam, én már nem akarom. Már 8 formám benne van, nem akarom. Linkelted a Rivent? Na és itt fel tudjátok venni. Ez erre érdemes menni mindenképpen, szóval... Hova linkelted ezt az umbramodot? Oh, már megint megtelt a klánunk. Hunter intézkedj! Ez Fage. Oh, igen, Geri, köszi, át fogom venni. Nem linkelted. Nincs kromád, na ezt kap ki. Na jó van, szóval na, csak megmutatom kezdőknek, hogyan néz ki egy dolog. De higgyetek el, nem olyan egyszerű, mint ahogy kinéz. Igazából. Érdemes Naramon fókusziskolát húzni, nem Zenurikkal jönni például. Ezért kell az Archwing Launcher szegment, mert le lehet rakni Archwing-et és lehet repülni. És meg kell találni magát. Na, kedves gyerekek, akkor ez az Eidolon a legkisebb a három közül. Ahhoz, hogy Eidolon tudj még vadászni, belenessek a vízbe. Szükséged lesz még egy ilyesmire is. Szóval például egy Trinity-nek a feladata, egy Eidolon vadászaton ezeket begyűjtögetni. Ezek konkrétan amit csinálnak, lefogják az Eidolont, hogy ne menjen sehova. Hogy röviden így elmondjam.
Hol is van? Hova tűnt az a szar? Vagy már én tévedek el teljesen? Már én tévedek el teljesen. És amit látjátok, az Eidolonnak van shieldje, és ezt a shieldet csak Tenno fegyverrel lehet lelőni. A Naramonnak van igazából egy olyan képessége a fókusziskolának, ugye, amivel akár egy hiten is lehet azt az Eidolon shieldet. De most a rendkedvéért csináljuk így. Megfelelőt tudunk sebezni, így is úgy érzem. Kezdőként megeshet, hogy egy éjszaka alatt... Csináltál helyet, de nézd meg a klánokat, oké. Ja igen, és ezeket a kis cuccokat fel kell tölteni, de igazából... Feltöltődnek, ha még kezdő vagy, akkor a társad intézik, de velük lehet feltölteni. Amit itt láttatok. És... ja, szépen elkezdi lőni az ember. És akkor csak Romához semmi olyasmit nem osztom, mert tudnám sebezni magam, hogy kijöjjön az erőm, de nem baj. Megoldjuk anélkül. És ha lelövöd a shieldjét, akkor ezek a testrészek elérhetővé válnak lövésre. És olyankor ugye a Chroma szokott előtérbe lépni, de ahhoz le kellene sebezzem egy kicsit az életemet, hogy megkapjam azt a fegyverboostot. És akkor elkezdik lőni az alkas. Amit láthatjátok, az, hogyha nem vagy lesebezve, nincs meg a damage boost, nincs egy Volt Shield, esetleg egy Hero Buff majd a későbbiekben, akkor igen keveset sebez a lanka is. De általánosan... Mikor legsebzel egy alkatrészét, az Eidolon összeesik, és kibocsát magából ilyen magnetikus sebzést, ami hát elszívja az energiádat, konkrétan megsebez, megöl, csinál veled, amit akar. És akkor ez így is tovább folytatódik, amíg lelövöd mind a négy test részét. És amit látjátok ott oldalt, Exceptional Sentient Cord dobott. Ha leölöd szerencsétlent, akkor kapsz egy árként is érte. Nagyjából így működnek a dolgok. És látja, ez a cucc megfogta, hogy ne menjen el. Na most ahhoz, hogy a továbbiakban vadászni tudja kettő nagyobb Eidolonra is, ahhoz szükséged van még egy ilyen blurra, tehát kettő darab ilyen cuccra van szükséged. Ilyenre, kettő darabra, ahhoz, hogy tovább tudj menni a Eidolon vadászata, és a másik kettőt is le tud vadászni. Ha nem haragszatok, akkor én ezt most kihagynám. Már megint, csak ugye Chromával felkészületlen vagyok, mert nem hoztam semmit, ami sebezni, de reméljük az Eidolon megoldja. Na, anyád, minden. Amint látjátok, amint egy kicsit lesebzett az Eidolon, már megnőtt a fegyversebzés is. A Chroma buff bekapcsolt ugyebár. Amúgy Trinity-vel a jobbak leszokták szólózni mind a hármat, mert Trinity feltölti az életét a Eidolon lure-nak is, konkrétan, mert azok hajlamosak elpusztulni, főleg, hogyha nagyon... a másik két Eidolon nagyon nagyot sebez.
Fantasztikus, megjött a Chroma Buff is. Az Unoriu iskolát szokta a Chroma hozni többnyire. Mert Unorinak van egy olyan képessége, hogy Unoriu Wisp. És az is egy fegyver damage boostot ad. És konkrétan Volt Shield-en keresztül, még Volt Shield nélkül is egy jobb Lankarivennel egy hit állíthatja a egy dolog alkat részeit. És amit látjátok, tehát szólóban nem könnyű. Főleg, ha nem vagy felkészülve, mint most én. Nem a megfelelő fókusziskolával jössz, és a többi. De ha a szólózásra kerülne a sor valamikor, egyszer, akkor Chroma vagy Volt, ha a kicsiről van szó. Azt mondom Trinity, hogyha mind a három nagyról van szó. És remélhetőleg hamarosan le fog sebezni annyira, hogy igen, ó, gyere ez a sebez, sebez, sebezzed! Voilà, c'est fini. Ez már az utolsó alkat része volt, és innentől kezdve, ilyenkor jön jól egy hero buff, mert fejre lehet lőni, és kapunk egy nagyon csodálatos kritet, egy macska esetleg, Volt Shield-en keresztül, max két hittel el lehet intézni. Az Opticorral is lehet, csak szerintem kicsit lassú, és valahogy még mindig nem tud annyit sebezni, de próbálj ki, mert azt is hozták egy időben, az Opticort is hozták egy időben. Szóval manapság ez Warframe-nek az egyik endgame-je, de higgyetek el, ez kezdő, közép, master rank szinten, ez... Ah, picsába. Ez nem könnyű. És nem könnyíti meg a dolgotokat, mert nagy az AOE sebzés. És... És ez még keveset sebez a többihez képest. Ez még keveset sebez a többihez képest. Voilà, véget is ért egy harc. Hogyha most kettő lett volna nálam ezekből a lúrokból, akkor folytathatnám tovább a vadászatot. De... Ide jössz, összegyűjtöd, amit dob. Gyűjtöges, kezdőként azt mondom, hogy gyűjtöges minden szart. Mindent, amit látsz. Csak én megfogom egyszerűsíteni a dolgomat. A Bounty Field-el letörődjetek, az nem nekünk szól igazából. Összegyűjtesz mindent. Happység van, ha akarod, ezeket kinyírhatod itt még. Extra lootér. Rajtad áll. De hogyha ugye az iskolákkal mindennel fel vagy készülve, akkor kicsit gyorsabban megy a fight, és akár szólóban is lehozhatod mind a hármat egy éjszaka alatt. Nem ajánlatos, csak macera és killódás, érdemes haverokkal menni, vagy akár a regionális chaten beírod, hogy
Sok, amikor jön az Eidolon harc, a Nyx ruhát hol lehet megszerezni, mindjárt megmutatom. Hogyha bejön az Eidolon harc, bejön az este, akkor a cseten, a regionális cseten rengetegen keresnek csapatot, és nagyon könnyű bekerülni egy csapatba, főleg, hogyha már egy-két Eidolon vadászaton túl voltál. De, ja, nagyjából így néz ki egy Eidolon vadászat. És akkor ugye ezután odamész, és beváltod a pontokat, ahol mutattam. Le van tudva a szerzet. Látjátok, kapta egy Arcane Ice-t. A legkisebb Eidolonnak, tehát ennek az árkényei nem a legjobbak, ahogy haladsz fölfelé, annál jobb árkéneket kapsz. Eidolon Shard. Happység van. Ha kettő ilyen Eidolon lure lett volna nálam, ami visszafogja az Eidolon, akkor kaptam volna egy Brilliant Eidolon Shardot. A Brilliant Eidolon Shardot fel lehet használni fókuszpontok beváltására. És itt térünk át akkor egy kicsit a fókuszpontokra. Középszint, Mastery 12-től 16-ig nagyjából egy ilyesmit. A Nyx ruhát megszerezni, ha a ruha alatt külsőt értesz, akkor... Appearance, skinek, rámész a skinekhez, és... Nyx nemezis skin, ha arra gondolsz, meg itt vannak, ami platér lehet venni. Alá. Így lehet Nyx ruhát szerezni. Fókusziskolák, hölgyeim és uraim. Uranus Junction-os cuccokat hogy lehet megszerezni? Mindjárt megnézem, hogy mi kell oda, és megmondom. Fókusziskolák tulajdonképpen a tenóknak az erejét hivatott képviselni. Öt fajta van, mindegyik más képességgel bír. Na most, kezdőknek mit érdemes választani, az mindig egy nehéz kérdés, de azt mondanám, hogy kezdőknek a Zenurik a legjobb választás. Tehát én ezt tapasztalom. A Zenurik energiáról szól, mondhatni, energiát ad vissza, továbbá olyan képességei vannak, ami felhasználható crowd control-la is, és amint azért láthattátok, nem lehetetlen vele Eidolont sem vadászni. Későbbiekben megeshet, hogyha változik a melee, akkor a channeling funkciójának, a passzív inner might channeling funkciójának haszna lesz, megeshet. De minden olyan képessége van, ami nagyon jóvá teszi és kényelmesé teszi a haladást és a harcot a Warframe-ben. De mindenképp érdemes feloldani az összeset és áldozni rájuk pontokat. Focus Conversion feliratnál, amit láthatjátok, ha rámentek, akkor a Brilliant, illetve a Radiant Eidolon sárdokat, amit az Eidolon vadászaton szereztek, be lehet váltani Focus iskoláért, Focus pontért, bocsánat, így beváltod, és akkor lesz több Focus pontod, és ki tudod húzni a Focus iskoláidat. Megéri, mert egész jó sokat tudtok szerezni. Na most, hogyan szereztek fókuszpontokat kezdőknek. Minden Warframe-edben, de konkrétan nekem is a Nyx-ben, amit láthatjátok itt, Upgrade Nyx Prime Rank 30, itt van egy jelecske, az azt jelenti, hogy van benne egy fókusz lencse. Actions, Replace Focus Lens, és itt találjátok a fókusz lencséteket, ha van. Fókusz lencsét szerezni, azt Skyfire azt mondtam, hogy Zenurik ha, tehát ha más nincs. Még azzal is ki lehet. Szóval az Unairu és hát a Vazarin annyira nem, de a Naramon szokták vinni. Unairu és Naramon. Szóval Focus Lencsét tudtok szerezni a Sortin, aki eljut majd oda, ha jól emlékszem, legalábbis itt dobott. Már nem dob, oké, okay, jó. De ha nem, akkor Cetuson, a Bounty-knál
tudtok szerezni fókuszláncséket. Random dobálja, nem feltétlenül gyakori, de nem feltétlenül ritka is. Fókuszláncséket tehát tudtok szerezni Cetuson a Bounty-knál. Továbbá, ha nincs türelmetek várni, szerintem kb. Egyszerűbb összeszedni rá a platot, mint hogy várni, hogy a játék kidobja. Tudtok vásárolni. Ráadásul a nagyobbikat tudjátok vásárolni, a Greater-t, 40 plat, azt hiszem, és több fókuszpontot fog tudni hozni. Nincs még megállás, van még több is. Van az úgynevezett Greater, vagyis Eidolon Lens, bocsánat. Az Eidolon Lens még több fókuszpontot képes adni neked. Ezt is Bounty-kon lehet szerezni, a Breath of Eidolonnal együtt. Rákattintasz, hogyha le akarod gyártani, szükséged van egy Greater Focus Lensre, valamelyikre, abból, amit szeretnél, és bele tudod építeni ebbe az Eidolon Lensbe, és akkor belekerül egy hatalmas, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok fókuszpontot tudtok farmolni vele. Ha eljuttok a fókuszpont farmolásra, akkor érdemes valami damage-es Warframe-et választani, Sarin, Equinox, és abba belerakni a nagyobbik fókuszláncsét. A Prime-ot választottam, nem a simát. Belerakjátok Sarin, blablabla, bla, bla. És érdemes elmenni, fókuszt farmolni manapság a jelenlegi Warframe-ben. Naramonnál mindjárt azt is megmutatom. Az úgynevezett Sanctuary Onslaught nevű küldetésekre kurva sok enemy jön, és a bónusza amúgy is, hogy fókuszpontokat ad. Nagyon gyorsan össze lehet szedni a napi fókuszpontot, és nagyon gyorsan lehet haladni. Naponta 250 ezer fókuszpontot lehet összeszedni, valami ilyesmi. Skyfire-nek ebben a szempontból igaza van, tehát az a 45%-os milli XP, igen. De ha rámegyünk a Naramonra, akkor Affinity Spike, ez maxosra, ugye? Ez a több XP konkrétan. A Void Stalker, azt mondanám, megnöveli a crit chance-t. A Power Spike, szóval ez a három menjen ki, főleg, hogy a kardozós vagy. Mindenképp, mert ez ötösével csökkenti csak a melee kombót, nem eltünteti helyből, szóval nagyon jó. És amint látod, én ezekre is rámentem, mert hogyha már kijövök a tenóval, akkor a Disorienting Blast, ugye, de nem húztam ki maxra, nincs rá feltétlenül szükség, de összezavarja az enemiket 20%-os eséllyel, és ez meg 10% eséllyel lefegyverzi őket. Egyszer-kétszer használom csak a tenót, de használom, megadom neki ezt az esélyt, de ilyen sorrendben ezt a hármat maxra, ez a három maxra, és ezeket csak randomra, azt idővel később kihúzod őket, ahogy lesz. Szóval, ja. Madurai lett. Nem, egyáltalán mindegyik iskola fantasztikus és nagyon jó segítséget adnak. Aki mondjuk madurájos, amint láthatjátok, tehát a madurái mondhatnám, hogy rásegít a fegyverekre, tehát a lövésre konkrétan. Elemental damage nagyobb, ez kardra is igaz, félreértés ne essék. Nagyobb elemental damage, maxra kihúzva. Physical damage increase, tehát ez kardra is igaz, de gondold végig, ha van egy gyengének számító Boltor Prime-od és Madurájjal mész, már is megnövelve 25%-kal a fizikai damage, az elemental damage-ed, és többi, és a többi. És itt ugye az Eidolon vadászat egyik lényeges eleme, és az a Void Strike lenne. A Void Strike-at fel tudod tölteni, ha Hunter még nézi, hány százalékra töltötted fel maximum úgy. Egyszer feltöltötte Hunter úgy maximumra a Void Strike-ot, tehát konkrétan kijössz a tenóval, lenyomod a kontrollt és vársz, hogy töltődjön a Void Strike. Feltöltötte olyannyira, hogy a tenó fegyverrel egyenesen lelőtte az Eidolon shieldjét és vele együtt a testrészét is. Ennyire rá tud segíteni a Void Strike a lövésre.
és 8 lövésnyit ad, és ahányszor kijössz a Tenóval láthatatlanba, és visszajössz, mindig megkapod ezt a bónuszt. És az első bónusz 1,2 valami ilyesmi, szóval 300. 300%-ra, tehát 300%-ostól egy jó Tenó fegyverrel átlövöd az egy dolom testrészestől, de szerintem legalább fél óráig töltötte mindenképp, de azért értitek a poént az egészben. Sortilefantis, tessék, 150. És onnantól kezdve, tehát érdemes erre rágyúrni, ha egy dolont mit vadászni, de ez a kettő mindenképp legyen meg. Mi van még itt? Energiareferens for Amps, ez későbbiekben egy dolom vadászatnál. Ezt a kettőt érdemes még kihúzni, hogyha még úgy kezdőcske vagy első szintre, egyes, kettes szintre, de én ki fogom húzni őket maximumra. Ez konkrétan tűz golyót hoz létre, ami felrobban egy idő után. Ez pedig fel lehet tölteni az, hát nehéz elmagyarázni, a tenó képességet, hogy nagyobbat sebezzen. De ez a kettő lényeg a Maduráinál. De hogy amúgy miért mondom, hogy a Zenurik egy elég érdekes és jó képesség. Főleg kezdőszinten csapatnak úgy gondolom, hogy nagyon nagy segítség tud lenni, endgame-ben főleg, mert képes csinálni, hova menjünk, megmutassuk. Peppen, amit erre szükség lenne, de mondjuk kihúzzuk őket. Simulate. Kijövök az Enorik iskolával. És ha ki van húzva a képesség, remélek láthatatlanba, egy ilyen crowd control képessége van. A társaidnak más dolga nincsen, csak belelőni ennek a közepével. És úgy gondolom azért ez endgame-en nem rossz. Továbbá, látjátok azt a zöld bubit körülötte? Az olyan, mint a Magnek a kettes képessége. Bevonza a golyókat. Kicsit nagyobb sebzést tudnak elérni te és a társaid. Szóval nem egy rossz dolog kezdőszinten, hogy őszinte legyen. Ezt akartam megmutatni. Ja, és crowd control képesség szempontjából. Tehát csinál egy ilyen áramizét, ami azért egy viszonylagos crowd control tud lenni. A kis enemiket gond nélkül megöli, csak ugye ezek 150-esek. Gond nélkül ledarálja, tehát ezt tényleg meg is tudom mutatni. Egy tankort például, igen, tehát tökéletes, tökéletes egy tankor. De meg akarom mutatni, hogy mit lehet csinálni akár egy Zenurikkal. Akkorra le lehetne. Csak vigyázz, ne öld meg magad a című történet, de így tudjátok szabályozni az enemiket, és az nem egy rossz dolog endgame felé menet. És hogyha arra kerül sor például, hogy Prime cuccokat mentek farmolni, minél több ideig vagytok bent, annál jobb című történet, több nyersanyag, több XP. És Tenóval, például egy Novával egész effektíven lehet harcolni, hogy őszinte legyek.
nullifiereket el tudjátok lökni magatoktól. Szóval ezért mondanám kezdőszinten még az Enuricot, a többi nem feltétlenül rendelkezik ilyen jó crowd control-lal, tovább az Enuric visszatölti az energiádat. Ami nem egy utolsó dolog, hogy őszinte legyek. Voilà, Sephiny. Ezek lettek, ilyen lett volna a... fókusziskolák röviden. Ez a játék nem pay to win. Ez 100%-ig ki tudom neked jelenteni. Minden, amire szükséged van a játékban, elérheted ingyenesen. Ha platot költesz rá, egy bizonyos szintig gyorsabban tudsz fejlődni, de semmi OP cuccot nem tudsz venni platért. Semmit. Amire igazi pénzt, ha szeretnél, nem kötelező, költhetsz, az egyetlen dolog, amit megengednek a nem cég alkalmazottaknak, hogy csinálják, azok a skinek. Skineket akár te is csinálhatsz. Van egy alkalmazás erre, és a Tenogen skinek konkrétan, és te is csinálhatsz. Ez az egyetlen dolog, amiért igazi pénzt kérnek el. Minden más platinumot vehetsz pénzért, de nem kell, még azt is elérheted ingyen. Fegyvereket nem tudsz venni, csak kreditér. Platért is tudsz venni, de OP-t nem kapsz. Semmivel sem kapsz OP-bat, mint másé. És mindent elérhetsz ingyen, és például, ha össze kéne hasonlítanom egy olyan játékkal, mint a Black Desert Online farmolás terén, akkor a tegyük fel azt, amit a Black Desert Online-ban egy év alatt farmolnál ki, a Warframe-et több mint megesett, hogy egy hét alatt fogod kifarmolni. Szóval a mennyiségek közötti különbség hatalmas. Tehát a Warframe egy pár órán belül hajlamos megadni neked azt, amiért mész. Hogy őszinte legyen. Miről kell még beszélnünk? Van-e még valamiféle kérdés? Háromból három kill alatt meglett a Nyx alkatrész. Ez ennyi. Ennyi. Ja, Warframe-ek fontossági sorrendje. Ugye megígértem arról is, hogy beszélünk. Yep. Kezdő vagy, és nem tudod, hogy mely Warframe-eket választ. Úgyhogy beszélgessünk egy kicsit arról. A tenót hogyan lehet megszerezni? Oké. El kell érd elsősorban a Mastery Rank 4-et. Elkérd a Mastery Rank 4-et, old fel az összes bolygót, jó? Érd el a Mastery Rank 4-et. És ja, valaki kérdezte, hogy mit kell csinálni, melyik bolygónál is? Azt. És a questeknél, ahhoz, hogy felold a tenót, egy ilyen sorrendbe kell menjél. Meg kell csináld az Uranuson, el kell indítsd a Nata questet. Oké? Azt meg kell csináld. Következő. Second Dream nevű questet. Second Dream nevű questet meg kell csináld. És ha ez megvan, megvan a tenód. Nova build. Hát a Nova build az... Opa, de hülye vagyok. Az elég standard. Ez az én Nova, lassítós Nova buildem. Aki megkérdezné, miért van benne a stretch, az azért van benne a stretch, mert az ultiának, a robbanásának hatóköre van, és én szeretek nagyobb területen damage-elni. Stretchet amúgy nem muszáj beleadni. Az ultiának a ható sugara, hogy így kiterjed, az az idő függvénye, nem a range függvénye. De ez az én Nova buildem, a lassítós. Standard... gyorsítós Nova, és DK Diamantesnek van egy Novája, ami
Survivorra készült, azt szeretném amúgy kipróbálni hamarosan. Lesz egy videóban, de még nem jutottam el odáig, hogy befejezzem a buildet. Úgyhogy azt fogom kipróbálni. Igen, kicsit rámeltünk. Csak egy forma, igen, szükségtelen volt eddig, hogy több forma legyen. És amúgy is szükségtelen, szóval még a Survivor build is igazából szottul kijön a izéből, tessék, kurvára kijön abból, amiből szükségem van. Csak még ki kell találjam, hogy én mit, hát még egy augur message, az már benne van, jó van, akkor epic fail. Valamit még ide berakom majd, már majd meglátom. És ki akarom próbálni egy Survivor-on. Ki kérdezte azt, hogy melyik bolygónál meg kellett csinálni? Az Uranushoz átmenni? Ugye? Uranusra, Saturnusról lehet átmenni, és szükséged van, hogy legyőzd Sargast Rukot, a Tethysen, az ember bosszát. Három mezó reliket kell kinyitni. Eris-re, oké, okay, azt is. Meg kell csinálnod egy fegyvert, Master Rank 1 vagy higher-on, ez magától megtörténik. És egy Orokin derelik kulcs, igen, na még azt kérdezték, hogy Orokin derelik kulcsok. Az Orokin derelikt, mindjárt megmondom, és akkor Erisre átmenni Plutóról. Le kell győzni V-hacket a földön, vagyis a V-hacket csak Master Rank 5 fölött lehet legyőzni. Ő lesz a Hydroid-nak a bossza. 10 Sentientet le kell győzni a Holdon. Három modot kell, Principal mod, azok a Drift modok. A Holdon lehet gyűjteni őket egy különleges szobából. Sekura Lecta, igen jó cucc, lehet vele pénzt farmolni. Ők lennének a Drift modok. Oké, okay, Endurance, Cunning Drift, Coaction Drift, Power Drift, Speed Drift, Agility Drift. A Luan találod meg ezeket a szobákat. Ezt is meg tudom mutatni. Később, csak beszélünk akkor az Orokin kulcsokról. Bakker, te kiment a fejemből. Pedig még fel is írtam. És a Dragon Keykről is, és... És egy Stöffleren, vagy Stöffleren, Luan, meg kell csinálnod egy 15 körös defense-t. Ennyi. Orokin derelik kulcsokat a dojo-ban lehet kiváltani. Ha jól emlékszem. Ja nem, nem, bocsánat, nem a marketben. Vagy a dojo-ban. Minden esetre a dojo-ba is el kell jönnöd. A dojo-ba, minden dojo-ba lesz egy ilyen szoba, hogy Solar Rail szoba. Így néz ki. Ebbe a szorálés szobába kezdőként jó, ha eljössz, és kiveszed ezeket. Bleeding Dragon Key, Decaying Dragon Key, Extinguish Dragon Key, Hobble Dragon Key. Fontosak, mert ezek hozzájuttatnak olyan küldetésekhez, amelyek nagyon jó módokat adnak. Aegisen Silva alapfegyverként gyenge, a Prime változata epikül erős. Kurva jó. A sima gyenge, a Prime kell. Szóval azokat a kulcsokat szedjétek ki. A Dragon Key-ket pedig, bocsánat, a Rockin Derelict kulcsokat, ha jól emlékszem, a marketban, de lehet, hogy még a dojo-ban vannak, nem? Már rég volt, mikor utoljára kivettem. Ah. Szóval beírjátok ide, hogy derelikt a keresőjébe a marketnek, és megtaláljátok a derelikt kulcsokat. Oké? Okay? Megvásároljátok mindegyiket. Happy van és boldogság. Megvásároljátok őket, eljöttök a Foundryhoz, és itt lesznek a derelikt kulcsaitok. És van hozzájuk mindegyikhez egy alkatrésznyi mennyiség. Amint látjátok, kell hozzá ilyen NAV koordináta.
És az derelikt assassinaten találjátok meg a Necros bosszát. És ahhoz a Lefantis NAV koordináta kell. A Lefantis NAV koordinátát a Dereliktben találjátok. A sima NAV koordinátát orba szájba szórja a játék minden pályán. És bármelyik Derelikt pályán találjátok a Lefantis NAV koordinátákat, ha szétlövitek a kis... Megmutatom, a kis dobozokat. Istenem, na. Legyártatok egyet. És ahhoz, hogy oda tudjatok menni játszani, érdemes csapatban menni négyen. A regionális chaten mindig, a rekrút alatt mindig fogtok találni embert erre a játékmódra. Ezt úgy hívják, hogy Vault Run. A Vault alatt izét értek. Hogy hívják? Már nem tudok magyarul beszélni, komolyan mondom el. Széfet. Tehát Vault Run, mint futás, run, és széfet. Beírjátok, hogy keresőbe hosting, Vault Run, need, Hobble Dragon Key. Hosting, Vault Run, need, most csak haboldom, Decaying Dragon Key, Extinguish Dragon Key, stb. Te egyet kiválasztasz magadnak, azt tudnod kell ezekről a Dragon Key-kről, hogy mindegyik egy különböző effektet fog ráhatni a Warframe-edre. A bleeding például elveszi az életedet, az extinguish, a sebzésedet, mit tudom én, valamit fognak csinálni. Berakod a bleeding dragon key-t magadnak is boldog vagy elsősorban. Nem muszáj Rhino-val venni, azzal mentek, amivel akartok. Pajzs és kard és sima kard között annyi különbség van, Mizó, hogy a pajzs némi bónusszal tud rendelkezni védelem terén. Továbbá van olyan, ami visszaveri az elemire a sebzést, stb. De több sebzést tudsz elnyelni, hogyha védekezel, ezért jó. Tehát amint legyártottad az első Orokin derelikt kulcsodat, akkor már is megtalálod a dereliktet elérhetőnek itt. Odamész, kiválasztod az exterminétet. Tegyük fel. Capture vagy exterminate, ezt szeretik csinálni az emberek a Vault Run-on. És Isten segíts, hogy gyorsan megtaláljam. Ezért kellenek négyen ide, négy fajta kulcs van, és a széfnek a zárját valamelyik nyitja. Értitek? Tehát ez a probléma vele, hogy valamelyik nyitja a széfnek a zárját. Na most viszont a széfet meg kell keresni, és imádkozzatok, hogy gyorsan megtaláljam. Ha szerencsém van, akkor talán az fogja nyitni. Ez a legmacerább. Vannak olyanok, akik amik kurva gyorsan megtalálják a széfajtót, mert már tudják, hogy hol van egy gyűlölet. Ja, igen. Lefantisnak koordináták ilyenekből esnek. Azokat szétlövitek. Kaptok Lefantis NAV koordinátát. Arra nem lehet menni. Arra nem lehet menni. Merre lehet itt menni? Erre nem lehetett menni. Erre se lehet menni. Aranyfekete, szeretem használni az Eximus színeket, amúgy. És a Smoke színeket. Minden ilyen hülye kicsi ajtót, ez meg végig kell nézni, hogy nem-e ott van. Anyát.
Úgy láthatjátok, azért a bleeding levet rendesen a Rino életéből. Hogy őszinte legyek. Nagyjából itt azért szokt, néha már előszokott fordulni, hogy itt a... az a rohadt izé zár. Szeretném én megmutatni, de bitch please. Sokszor végigkeres az egész rohadt pályát, az meg is kiderül, a legvégén van. Nope. Remélhetőleg egyszer csak meg lesz. Volt ma úgy szerencsém, eljöttem szólóba, és pont az kellett, ami nálam volt amúgy. De minden jöttem. De. Igen, tudom, köszönöm szépen, Csiki Breki. Tényleg eldugott pályán szokott lenni. Találd meg. Kategória, és egyre utálom keresni, komolyan mondom. Annyira, igen, igen. Milyen rég megy? Ó, hát már lassan 2 órája. Néha itt is szokott lenni. De, já, most nincs. Istenem, ha megtalálom, wow. Utálom keresni ezt a szart, komolyan mondom. Easy. Igen. Ott van. Bazd meg. Puttam én, hogy itt van. Eldugott. Mi? És az extinguish kell, ami nem nálam. Nálam egy bleeding van, de így néz ki. Ezeket a jeleket kell keressétek, ami távolból így játszik. Ezért kell 4-en menjetek. Úgyhogy ja. Szóval azt keresitek, oda mentek, nyomtok egy X-et, bejuttok, és kihozzátok azt, ami ott van. Történet letudva. És voilà. És ez az otthonotok lesz, kezdőként, legalább egy hétig, talán 2-ig, kinek hogy dobja ki a modokat. És mindjárt megmutatom, mely modokra kell ránézzetek. Mely modok fognak innen esni, és hát majd, hogy nem, sok buildnél létfontosságú lesz, mondhatni ezt is. Hát Amper, le vagy moderálva, ez meg a Nightbot vigyáz itten. Voilà. És a voltokból ilyen modok fognak esni nektek, mint a Blind Rage, Transient Fortitude, Narrow Minded, Streamlight Form. Mi van még itt? Constitution nem.
fleeting expertise. Ezek mind olyan modok lesznek, overextended. Overextended, jó, ott van a szemem előtt. Ilyenek fognak mutatni. Tonkor modolás. Sajnos a nerfje óta nem az igazi, de itt ez egyik viral-re volt húzva. Régen nagyon sokat használtam a Void-ban, azért is szerettem a Viral-t. Egy másik modolást, Bless Radiation. És egy harmadik modolás, ami korrózív. Nem a régi már sajnos, a Tonkor sok nagy nerföt kapott. A Rage, az kérlek szépen, az a Void-ban esik, ha jól emlékszem, akkor szabotás küldetésen az Orokin kesekből. De random dobja amúgy a izén is. Oké, okay, megvan, tessék, ott van. Chroma küldetésen esik a Rage. Infested Mesán esik a Rage, szóval a Mesa bossánál esik az Rage. Kuva Napalm dobhatja a Rage-et. Kuva Napalm dobhatja a Rage-et. Transmutálni is lehet, és a Tusk Napalm. Na most ezeket az enemiket megtalálni. Régen a Void-ban esett, itt fogjátok tudni, a Kova Fortress-en. A Kova Fortress a Hero küldi után jelenik meg? Vagy a... Ja, a Hero küldi után jelenik meg, azt hiszem. Ugye? És a Kova Fortress-en találod meg ezeket az enemiket, tehát Rage-et érdemes farmulni Kuván, azon belül is, hogy egy kicsit rásegítsünk. Menjetek Survivor-re, mert két legyet üthettek, Warvidin után, köszönöm szépen. Szóval a Warvidin után megjelenik a Kuva Fortress. Csak valahogy nekem mindig összeolvad a Hero a Warvidinnál meg. Kettőnek valahogy van köze. Mert két dolgot üthettek itt egy csapásra. Tudtok farmolni Kuvát is, konkrétan. Ezt is érdemes csapatban csinálni. Látjátok, ennek a cuccnak volt ilyen piros jelzése. És belerakjátok a Survivor podba. Cserébe nem lesz Survivor podotok, de lesz 200 kuvátok. Című történet. Ezt megvéditek, és itt idő alatt minden enemi fog jönni. A Rage-en ritka mod, szóval kitartóan kell ide járni. Hogy őszinte legyek. Na, és akkor ezt szépen csináljátok, és itt meg fogjátok találni ezeket az elemeket, de Extermination-ön is ugyanúgy végig mehettek, és kész. Igazad van, amúgy Amper a Hunted Runner-inért teljesen igazad van, és ez egy kurva ötlet, csak meg is feledkeztem rólam. Itt van. Ez a mod, a Hunter Adrenaline, és a gólukat vadászgatni, ölni a Cetuson, a Plains of Eldolonon. Tényleg egyszerűbb, és könnyebben kidobja ezt a modot. A probléma a Rage és e között, hogy ez több helyet foglal. De ha így is formázod a Warframe-edet, nem nagyon számít. Ez az arany paletta, hölgyeim és uraim, jelen pillanatban az Eximus. De használhatjátok akár ezt is, tehát bármelyiket. Szeretem az Eximust, éles színei vannak amúgy. És elég jól tud kinézni.
Egyszerű, mint a Rage, igen, ebből a szempontból. Előbb-utóbb a Rage is esni fog, amúgy meg ez a Hunter Adrenaline, ez többet is tölt, mint a Rage. Hogy őszinte legyek, ez itt mi hiányzik nekem, és miért hiányzik leginkább, azt mondjátok meg. Mit csináltam én a Linóval, hogy nem csináltam meg ezt? Ivor a fashion. Ivor, figyeljetek, van egy ilyen általános szabály a divatban, nem Warframe divatban, hanem általános, amikor öltözködsz, amikor csinálnál, és az pedig a három színnek a törvénye, hogy három színnél többet ne rakjál bele, és akkor már így nagyjából nyélbe ütötted az üzletet, című történet. Ezeket a színeket használom. Igazából, ha hiszitek, ha nem, ez egy random összeállítás. Tehát fogtam is random. Ennyi. Ennyi történt. Attachmenteknél a Pakal, EOS és Porta. Ennyi. Egy random összeállítással izé. A Redvének köze van az Infestationhez? Nincs. Nincsen köze az Infestationhez. Játszok Oberonnal. Sima Oberonnal. Vagy a Primal. Ez itt a kérdés. Sima Oberonból csináltam egy Umbrát. Hogy őszinte legyek. Ilyen lett. Nagyon erős. A Primal? Legyen a Prime. Oberon Prime kényelmes, mert nagyon jó buildeket lehet belőle kihozni. Különösebb forma nélkül. Survivor build. Happy days. Ulti build. Valami build. Működik build. Című történet. Ja, Hunter hangos. Vedd fel a vizédnek, Hunter. Hülyék vagytok. Hallod, nekem nem működött a Discord. Nektek sem működött az elő? Nos, mit lehet még kezdőknek elmondani ebben a streamben? Kutya, nesze. Boldog ő is. Rendszergazdaként futtas... oké. Okay. Neked meg... Oké, okay, rendben, rendszergazdaként. Oké. Okay. Ennyi. Nagyjából mindent el tudtam mondani a mostani streamben is. Második résznek a kezdőknek, hogy... Orokin Challenge Roomok, tökéletes. Igen. El fogom magyarázni. Meg is tudom mutatni helyből, nem úgy van az. Na most az igazság az Orokin Challenge Roomokkal, hogy meg kell őket tanulni. Nem tudsz velük mit csinálni. Meg kell őket tanulni. Nem tudom mindegyiket megmutatni. Meg tudom mutatni azt, ami itt most van. Geri, stream után igen, hamarosan szerintem befejezem. És stream után átveszem, de szerintem most is ideadhat a stream alatt. Igazából. Ide jössz, Iotan Treasure.
I'm ready. Amiután már megtanultad az orokin szobákat, mindegy milyen warframe-mel mész igazából, de addig érdemes valami gyorssal menni, ha van egy Loki-d, egy esed. Gyorsabban haladnak, nézze. Orgona Challenge-et? Mi az Orgona Challenge Skyfire? Mert arról én lemaradtam. Rendben, Geri. Hogyan lehet a szobát megtalálni? Hát ott jelzi a térkép. Itt jelzi, hogy hova kell menni. 350 méterre vagyok tőle. Kövesd a sárga pöttyöt. Ha nem marunk keresztül csinálod meg, akkor tény is valami egy kicsit nehéz lesz megtalálni. De látod, hogy is mondjam, ilyen tipikus része a szobának. És itt ez a platform fogja megnyitni. Jump, jump, itt egy másik platform, rámész, kinyílik itt egy ajtó. Kettő ilyen szoba van, egy itt és egy a Voidban. Leugrasz, leugrasz, átugrasz. Ha elég ügyes vagy, akkor fel tudsz itt ugrani. Helyből ide. Át kell ugranod ide, ennél a szobánál. Lenyomod ezt a platformot, kijön az ott. És... nem muszáj Tenóval jönni, de... tessék. Egy Orokin Challenge-ba helyből kettőt meg tudtam ezzel mutatni, mert a Voidban is van egy ugyanilyen. A szobákat mindig random adja, igen. Ezeket a cuccokat érdemes szétütni, néha dob ajatán csillagot. Azt érdemes leszkennelni, hogyha akarsz Warframe lore történetet magadnak. Micsoda, hát én nézem a minimapot, azért... És akkor megvan challenge room. Még mindig benne van az a Bleeding Dragon ki, most ki kell vegyem. Egy életet átjátszok vele. Juppé! Nekro meg a chatet nem nézi. Ó, az Isten szerelmére már. Miért nézem? Szia, Dreadwing, oké. Okay. De Hunter rád kifigyel az Isten szerelmére. Amúgy néztem, amit írtál, ne szóljál. Néztem, amit írtál, de hát arra nem lehet mit mondani. Leírtad, az kész, hát most... Orgonicset. Valkyrie Prime vélemény. OP as fuck. OP as fuck. Ennyit tudok róla mondani. Most így végig is meg tudom mutatni a Luan és a Drift modokat, vagyis a Principle modokat. Hogy mit tudom, egy példát rá, mert mindig random dobja. Melyik szobát, melyiket érdemes választani pályának? Faszom, Extermination vagy Crossfire. Ugye? Legyen az. Megy loot. Megyek loothoz. Megyek loothoz. Azért olcsó, mert már régóta bent van a játékba, azért nem használják, mert mondhatni, hogy specifikusan csak egy-két játékmódra jó, mint például a Survivor. Ha túlélésről van szó, akkor viszed a Valkyr, de azért nem használják, mert hogy a többi Warframe-mel... a többi Warframe-mel alapvetően... alapvetően
több funkciót tud ellátni, mint a Valkyr. Egy... Amper szerintem kap be. A Pirol gyakori, igen. Az egyik leggyakoribb, mert még mindig benn van az a tetves... ...szar. Remélek, hogy találok egy szobát, azt hiszem, hogy kb. 3 éve nem jártam itt. Hogy szobát keressek legalábbis. Véletlenül nem indul el. Igen, nem akar elindulni a Discord. Egyáltalán rohadjatok meg. Én és a keresés rettentő béna vagyok abban, hogyha meg... Oh! Bitch, please. Tessék! Azt hiszem ez vezet a Power Drift-hez, csak 200 életen én ezt nem fogom kibírni. Itt bele kell állni, és konkrétan ki kell bírni... ...mindent. Ezt egy Bleeding Dragon key-jel megoldotta magamnak, igaz? És hogyha szétlöveted magad... Nem tudom, meddig kell bírni amúgy. Valami ilyesmi volt, hogy szét kell bírni. Jézusom! Az ilyen... Valami ilyesmit kellett itt csinálni, de azt hiszem, hogy ki kell bírni addig, ameddig. Le nem járnak a lé... Vagy lőni kellett ők? Ja, ezeket lőni kellett? Vagy valami ilyesmi volt, már nem emlékszem. Valaki írja le, hogy mit kellett már csinálni. Ezért hoznak Valkyrt most már, ha valaki kérdezi. Kromát, meg ilyen apróságokat. Na, a lényeg az, hogy, ja, ezt ki kell bírni, azt hiszem Power Driftet ad, de már kurvára nem emlékszem, mit itt kell, de azt hiszem csak ki kell bírni, ugye, srácok? Valami ilyesmi, csak ki kell. Ja. Valamennyit itt ki kell bírni, az igazság, csak kicsit több élettel és a többi. És akkor lenyílik ez a platform és boldog leszel, kapsz egy drift modot. De talán nem ez a legegyszerűbb szoba, van még ennél is egyszerűbb. És kész. Ja, oké, igen. Na, tehát valamit tényleg kell csinálni, de... Már kurva rég volt, amikor megszereztem őket. Á, igen. Jó, valami már rémlik. És ja, tényleg, bakker. Happy days. Hát így is megy igazából. Ott hagyod a Warframe-edet és játszadozol vele. Ha kibírja. Igen, Antiquiz, Warframe partner vagyok. Mondom, már amúgy fingom sincs, hogy melyik drift mód honnan jön. Egyszer végigmentem volt annó a szobákon, lezártam a történetet, mert igazából csak idegesítőek és le vannak szarva. Kb. 5 platba kerülnek, hogyha meg kell venni őket a jövőben. Egyszer végigcsináltam a szobákat, az Orgona szobánál kiégtem, mindenképpen annó. Nekem nagyon bejön igazából a Nidusnak a skinje.
Kurva jó. Nagyon tetszik. De főleg a kutyának a skinje. Az egyszerűen kurva jól néznek ki. Ja, nekem bejön. Nagyon ott van. Na jó van. Mi van még? Kezdők? Egyéb kérdés? Nincs? Oké. Na, Necro, jó, megyek, Geri, igen, megyek, Dojo, hello. Igen, vannak feltételei Antikvíz, ahhoz, hogy behívja klánba, konkrétan Lich Kingnek vagy Necromancernek kell lenned. Sok sikert. Nem lehetetlen Lich Kingnek lenni, Necromancernek annál inkább, eddig talán csak egy embernek sikerült. Hunter. De ahhoz, hogy Lich King legyen, nagyon-nagyon sokat kell tegyél a klánért, és nagyon részt kell vegyél a közösségi életében. Geri, nem vagyok a dojo-ba. Ha nem szeretnél költeni a játéklap, platot szerezni a legegyszerűbben úgy tudsz, hogy Prime alkatrészeket farmolsz, a sorti küldetéseket csinálod meg Master Rank 4 után, és a Riven modokat eladod kinyitatlanul, az nagyon egyszerű és nagyon megy. Arcane setteket farmolsz későbbiekben az Eidolonoktól. Ja. Ilyesmi. Egy kinyitatlan Riven mod, nem mint az övé, nagyjából 50 platot adnak érte. Fair price, könnyű eladni. Az a lényege, hogy könnyű eladni. Köszi, Geri. Yep. Marson nem találod a cephalon fragmenteket. Na hát, az egy olyan dolog, amit majd meg kell őket keresni. Ezek a kékek. El tudom árulni, a radaron is látszódnak. Egy ilyen kék kockaszerűséget keres. Hát Antikvíz, szövetségbe ebből a szempontból, igen, talán most már Magyarország legnagyobb szövetsége. Nem vagyok benne biztos, lehet, hogy a harcos magyarokéban is nagyjából ugyanennyi klán van. Mert az övék régebbi, mint a miénk. De jó, most már 59-en benne vagyunk. Ami nem egy rossz szám végül is. De igen, amúgy maga a Riven valószínűleg több platot ért volna Geri számára, de hát azt mondta, bármit elfogad, én meg adhattam volna érte egy ammodramot is, szóval. Ők az abszolút veszt. Az a vid és az immortalos vége. Na jó van, egyéb kérdés, srácok, mert most már ilyen kérdések válaszolok, mert ha nincs, akkor lassan abba fogom hagyni a streamet, mert Monster Hunter World-et kell játszak, vagy Black Ops 4 bétát, hogyha elindul. Szóval már nem is 50 plat, 30 plat. Hát igen, de még mindig azt nézem, hogy esély van rá, hogy naponta egyet kapjál, és az 30 plat, az konkrétan egy Warframe slot, plusz majdnem egy fegyver slot. Szóval legyen 32 platét tudod eladni, Warframe slot, fegyver slot, vagy Catalyst slot, vagy érted? Szóval napjába, ha szerencsés vagy, napjába tudsz szerezni 30 platot.
Nem rossz. Ki fogsz egy jobb Prime alkatrészt, az megvan. Milyen az a nyitatlan mód? Hát azt szerintem most nem fogom tudni neked megmutatni, mert hogy nincs nyitatlan módom. De látod ezeket a modokat? A lényeg az, hogy ahhoz, hogy ilyen formában legyenek ezek a modok, egy challenge-et kell megcsinálni. És ha megcsinálod azt a challenge-et, akkor megkapod a modokat és az adataikat. Amíg nem csinálod meg a challenge-et, nem lesz semmilyen adatod ezekre a modokra. Mikor fogok elkezdeni végre lolozni? Amper soha. Túl addiktív a játék, ezért távol tartom magam tőle. Már Stalker, hát azt tudom, hogy Stalker is játszik, de nem. Nem. to 15-20 plat körül van a, Mili Riven. Mindenki érzi a Mili 3.0 szagát. Hát igen. Aztán bejön a Mili 3.0, azt szerintem megint fölmegy az áruk, majd meglátjuk. Ja, Warframe-ek fontossági sorrendje. Igen. Azt mondom, hogy kezdőként Excaliburral induljunk, mert későbbiekben, ha nem, macera kifarmolni. A következő Warframe-nek tudom ajánlani a Reno-t. Azon felül, aki klánba van benne, akár a Wukongot is kiveheti, azért a Wukongot, mert nulla formából nagyon erős buildet lehet csinálni, szóval nem muszáj leformázni, a Reno-t igen. Legalább egyszer. De Wukongot nem muszáj. Úgyhogy ezeket ajánlom. Akkor a Banshee lehet az első kemény, komoly crowd control karaktered, szintúgy a klánban van. A Volt lehet a első ilyen csapat defense, ejdalomvadászos karaktered. Trinity-t minél előbb, annál jobb meg kell szerezni. Necros. Minél előbb, annál jobb. Necros vagy Necros Prime. Megszerezni. Felcserélték? Akkor az Excalibur? Akkor már mindegy, hogy Excalibur vagy meg. Oberont igen, ajánlom kezdőknek. Az Oberon egyes képessége szinte null modokkal megöli a bossokat. De azt úgy idővel szerzed meg, mivel csak játszanod kell a játékokkal, az Eximus egységek dobják. Az Eximus enemik dobják az Oberont, úgyhogy előbb-utóbb meg lesz, annyi Oberon szetted lesz, hogy már nem tudsz el mit csinálni. Skyfire, te nagyon türelmetlen vagy. Rettentő türelmetlen. Mi van még? Necrost mondtam. Loki, szerezzétek meg Neptunon. Nagyon jól fog jönni Spy Mission-ökre, félek, hogyha még kezdők vagytok, és nem nagyon tudjátok mit, hogyan, hány, merre, meddig. Loki-t tudom ajánlani. Az Ashe-t azt nehezebb megszerezni most már, főleg, és a Loki amúgy is több időre húzható. Warframe-en belül klánba van felvételünk, igen, jelentkezni tudsz. Itt a livestream alatt van egy leírás, ismer meg a Necroarmit, ott találsz egy linket, hogy hogy tudsz jelentkezni. Frostot szerezzétek meg, kedves kezdők. Nagyon-nagyon-nagyon jó defense-re. Mi van? Oberon. Bocsa, Oberon? No. Vóban hihetetlenül jó crowd control képességekkel rendelkezik, minden csapatnak a haszna, sajnos alul használt, de nagyon jó. Warframe. És idővel majd, tehát ezt nagyjából ilyen sorrendben, ahogy mondom, aki megbírja jegyezni. Idővel majd Sarin. Az egy kicsit nehezebb lesz farmolni, de megéri. És a Sarin bossa dob viszonylag jó modokat egyes fegyverekre. Ivara, hogy őszinte legyek, idővel, hát ja, ha spályozol sokat, Ivara ki fog előbb-utóbb jönni, de nem egy nagy szám. A Roma, igen, a Vovan Rework,
Edge Defection, attól még macera kiszedni. Nova, igen, Nova is jöhet. Teljes mértékben. Teljesen rendben van, de azt hiszem, hogy nem egy pánik, ha nincsen. Hogy őszinte legyek. A mostani Warframe-ben, de azért jó, ha van. Sörétes modok? Hát úgy mindenhol. De például a Sarin bossza egy-két söréteshez dob jó modokat, de mindenhol esnek sörétes modok. Szóval ebből szempontból a Warframe kicsit macera. Tehát ha akarsz valami modot, nagyon egyszerűen elintézed. Ide jössz. Universe. Mods. És ránézhetsz, hogy mi hol esik. Ennyi. Esik shotgun mod. Igen, a mostani Acolyte mod, modon nagyjából talán a legértékesebb shotgun mod, amire hagytotok, és aminek úgy Isten igazából van értelme. Mi a francia neve? Nano Applicator. Ez. Ez igaz, de attól még hasznos. Aztán meg ott van a wiki. A modokra. Köszönjük szépen, Hunter. Nix? Nem érted. Van itt egy kérdőjel, Nix. Mire gondolsz a Nix alatt? Nixet Foridnál tudod megszerezni. A Foridot pedig alerteken tudod megszerezni. Konkrétan itt ennél az ököljelnél, Foridnál, ennél a csávónál. De már ezt már csináltunk. Warframe Builder, ahol más buildeket meg tudok nézni. Plusz, kedves barátom, ha a Discordunkra feljössz, a srácok kurva sok buildet posztolnak föl. És ha kérsz, a társalgóba beírod, szeretnék kérni egy buildet erre, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan dobnak neked buildeket különböző meglátásokkal, hogy melyik a jó, melyik a nem. A Facebook csoportunkban szintúgy ez megtörténik, csak igazából kérnie kell az embernek. Érdemes meg... Hogy ja, a Nix-et? Hát bitch please, még jó, hogy... Főleg, hogyha még semmi komolyabb crowd control karaktere nincsen, a Nix-et könnyű megszerezni, és meg lesz az első durván komoly crowd control karakter. Nikona Prime kurva OP, de a Skiati, az Umbra Questes kard az jobb egy fokkal, arra gondolok. De a Nikona Prime-ot igen, érdemes belerakni az arzenálodba, és érdemes megszeretni, és potenciális endgame card. Vagyis. TS már nem nagyon, inkább átköltöztünk a Discordra. Nikola Prime az egyik legjobb skin a játékban. TS van, de nincs. Igen. Hát, ízlések és pofonok. Én szeretem a Nikola Prime-ot, és erős fegyver, és hát még nem is olyan rég a játékban, DPS alapján 1, 2, 3, 4, 5. legerősebb kard volt, szóval még mindig ott van. Discord szervert megtalálod, itt a livestream maradt, a leírásban, tudod, van ott egy csomó szöveg, tudom, hogy nehéz lusták vagytok olvasni, de ott benne lesz, a Necroarmis résznél. Alacsonyabb mapok közül melyik érdemesebb kredit szempontjából farmolni? Hát, nem tudom. Te srácok, ha tudtok alacsonyabb mapon mit érdemesebb farmolni kreditért, akkor hajrá, írjátok, mert hogy őszinte legyek, nem tudom, de
Amit valószínűleg, amit választanék, egy excavation küldetés talán. De... Dark Sector, látod, Amper tud valamit. Igaza van. Bármelyik Dark Sector. Tudnám, hol vannak itt Dark Sector, tessék. Itt van egy Survivor Maliva. Érdemes, igen, ebben igazad van, Dark Sector. Ez jó volt, köszi Amper. Akár viszonylag sok, csak az már, hát annyira már nem kezdő bolygó, szóval azért addig eljutni egy kicsit hosszabb időn. De a Dark Sectorokkal Amper nyélbe ütötte. Ceres, Szejmej, igen, nice. Oda még el lehet jutni egészen korán, ha az ember nyomja neki, azt még kb. Egy nap alatt oda lehet érni. Ez egy defense. Egyéb, srácok? Skyfire, nem kell bedobd a linket, egyszerűen ott van a leírásban, itt a stream alatt. Nincs benne a leírásban? Azt a mocskos büdös, hát pedig oda kellett, hogy rakjam. Várjatok csak, miről beszéltek ti kis hazugak? Pa-pa. Azt a kurva. Bele kell rakjam a leírásba, és tényleg nincs. Jó, ezt meg kipótoljuk. Köszi szólt. Úgy emlékeztem, hogy beraktam a leírásba. Nem, fingom sincs, hogy ezzel a névvel ki vagy. Kedves Skyfire. Sejthettem volna, amilyen kis türelmetlen vagy. Hogy discord.com, igen, invite, és azt a számot beírjátok. Hogy tudod megszerezni az inanidós fájdalom árán, barátom? Fájdalom árán. Erisem van egy játék, de előtte meg kell csinálni a küldijét, ha jól lenne. Volt neki küldetése Nidusnak? Volt van, vagy nem? Vagy igen, vagy nem? Nem. Megnézzük. Szóval. A Glass Gambit questet megcsinálod. Nagyon boldog leszel tőle. Megkapod a blueprintet. Tényleg eltűnt a fejem. Mit tudom én miért? Ne, hagyjatok békén most. Most. De ez érdekes. Mi a fasz? Jaj, tudom, hogy miért. Mindjárt visszahozom a fejemet, tudom, hogy hiányzik nektek. Glass Gambit. Megcsinálod a Glass Gambit questet, utána eljössz az Erisre, ha jól emlékszem, és az Erisen van egy küldetés. Srácok, melyik küldetés volt az? Már nem emlékszem. Ez az Oestrus. Ja. Csak most. Szóval ezen az Oestruson lehet farmolni, és ahogy Stalker írta ott, C-rotationbe dob alkatrészt. 12 vévek. Általában annyit érdemes menni. Melyik a legjobb frame, és miért Inaros az? De igen, valamikor van róla videóm, ez igaz. Ott még elmagyarázom. Ott még emlékszem, mert akkor csináltam én is.
Csináltam megint az új akkont, hát van már egy új akkontom, Stalker, azzal nyomattam majdnem végig. Hát Roli, kösz, jó vagyok, igen, rég láttuk egymást. Ezért a legjobb, jó, oké, rendben. Na jó van, srácok, 2 óra 45 perc nyomjuk. Most már azt hiszem nekem is kell pihenni, meg Monster Hunter World-et szeretnék játszani. Meg hát remélem mostanra már elindul az a kurva Black Ops beta. Mert már rohadtul idegesít. Ja, közben kiveszem a Bleeding Dragon Key-t, mert ha nem örökre benn felejtem. Na jó, gyerekek, ennyi lett volna a mai stream, kemény, majdnem 3 óra. Remélem megkaptátok a Twitch dropot, annak akinek össze volt kötve a cucca cuccal, a Twitch a Warframe-mel. köszönöm a figyelmet, következő vasárnap, nem tudom, szerintem Geri kap be. nem tudom, hogy lesz-e, de meglátjuk, reméljük, és ja, ciao. Puss, puss. Hello. Meow.